Premier nincsen Grizzly Medve, ötödik évad, harmadik adás, köszöntünk nagyon nagy szeretettel mindenkit az újabb főműsorunkban, különösen köszöntöm azokat a kedves előfizetőinket, akik mondjuk úgy döntöttek, hogy játszanak velünk a fantasy mert hogy elindult és kurva sokan vagytok, rengetegen vagytok, valami több mint 600-an vagy 700-an játszatok velünk a közel 1500 emberből, akik előfizettek jelenleg a műsorunkra, úgyhogy ez egy szerintem egész szép részvételi arány, és még aput is rávettük ezzel, hogy fantazizzon, pedig erre évek óta senki nem vette rá. Nem. És én is csak ezért értem vissza, hogy értékelitek a első fordulóban nyújtotta teljesítményeteket a fantasy uh, játékban. Én nagyon elégedett vagyok, ez egy hosszú távú program, nem most kell vezetni. Én majd az utolsó fordulóban <laughs> ne, nem fogok. Nem sprint, maraton. Így van. <laughs> ez így van. Most ö, akartam mondani, hogy ki az, aki vezet a Premier league ligájában, de egyelőre a rendszer még nem számolta ki, ezért nincsen tabella állítva. Viszont a legfőső előfizetünk, aki játszik ebben a ligában, ő Pál Ákos, vagy Ákos Pál, nem tudom. A csapat neve csodálatos, ez az első dolog nem itt van, faszosok. Hát Bence, hihetetlen módon ráéreztél arra, hogy mivel készültem. Ne. Én is. én végignéztem mindegyik csapatnevet. És a legjobbakat kiírtam. a legjobbakat kiírtam. Természetesen a Pete's favorite, vagy nem is tudom, hogy micsoda volt, az gondolom é, ott ha lesz között. Hát, hogy csak néhányat említsek, igen, vannak ilyenek is. Konkrétan valaki ilyen csapatnévvel indult a Premier League fantasy játékban, hogy I Love Pete. Hát ezt, ezt, nem hiszem el komolyan. Mondom. Köszönöm Seggyaló szépen. A arzanás szurkolók. De nyugi, mert van kompenzál, mert valaki viszont olyan csapatnévvel írt, hogy megelőzni Pítet. <laughs> Az nagyon jó. Sok sikert. Viszont a, kedv... Viszont a többi kedvencemet csak szépen felsorolnám. Rögtön, ami először nekem szembe jött a mindenkit meghág, 24-25. Ő, ő, szerintem már tavaly is játszott, mert emlékszem a Spilleres ligából. El, akkor azért értett, hogy 24-25, mert volt akkor 23-24-es mindenki uh -huh. meghágás is. De a Control Alt Delict. <laughs> ezek nagyon jók, ezek a szóvicek. A Backstreet Moise. Szép, szép, szép. De Azt hát is láttam már szerintem. Ugye belső poénok is vannak. Ugye van Dedito Maken Entrance ne. nevű ah. csapatunk is. Ugye a... <laughs> 115 reasons why. <gül> <gül> kurva nagyot rögtön de, <laughs> de hát a kedvencem, és mindközül szerintem ez a legjobb a haktuán zebe. Ez hozzáteszem, ez Szépen. olyan név, amit láttam másnál is. Ez nem ő indult egyedül ezzel a csapat névvel. De vicces, nem szeretném hát elvenni. Jó. Abszolút. Én a... Akkor nem jó. Hát de én, vagy, én nem. rögtem rajta. Én a roll the dice, ami szintén egy ilyen undorító szó. A sajátját bemondja. de nekem, azt nekem az a végül. Nem, nem tetszett, mert láttam még vagy négy embernél, és még ki tudja, hogy hánynál volt, Na úgyhogy és elvetettem. És ezért inkább ilyen latinos lett a végén. Szóval kocka el van vetve. Igen. Csak dice szó viccel. Dice, jakta ezt. Ez lett belőle. Undorító. De olyan bencés tetszik. Undorító bencés. Rendben van. Sajnálom. Nem kell. Nem kell sajnálni senkit. Itt vannak velünk, lécés, és tegnap elfelejtettem elmondani az Európa-Légben, iratkozzatok fel, lécés a YouTube csatornára, írjatok kommentet, tényleg pörgeti az algoritmus, már valaki írta, hogy nem pörgeti, de pörgeti. Írjátok be, hogy faszosok, ennyi. És az, ez, ez a heti nem feladat. Kell, faszosok, de a lényeg viszont az, hogy valahol lehet értékelni is a YouTube csatornát, az fogalm sincs hol lehet, de azt mondták, hogy elvégleg lehet. De keressétek meg. Igen, majd majd jövő megnézem, de azt mondták, lehet. A másik pedig az, hogy előfizetés mindenen. El, Premier League hallgatók, eddig is előfizető volt, nyugodtan újítsátok meg, az Európa League jövő héttől már pay-ból mögött van, és lesz lehetőségetek upgrade egy kis gombbal, amiben megkapjátok már az ottani kedvezményt is, illetve tegnap volt Európa Lékünk, holnap jön átigazolási extrán, közben van Discord szerverünk, közben van Már van Discord szerverünk? Van, nem van csak, csak igen, igen. Tehát, de már elkészült. De minden előfizetőnek ott lesz, ugyanúgy, ahogy az oldalán, ha be lépni a Fantasy Ligához is, ott lesz a Discord szervenek a linkje is, és ö, minden ilyesmi, és még ugye a Fantasy Ligával nyerni is tudtak mellette mindenféléket. Ja, azt már nem tudok. A testnedveimet zacskóban. Uh, na, ready to make Sósmárk. csodálatos Váj Bence a szexi szemüvegében továbbra is. Szervusztok! Én pedig csak szexi vagyok. egy próbál Pét. imitálni az idei limited Editiones es uh, arzenám ezt. De limited edition -ös. Nem limited edition az, amit kiosztogat? Nem, ez csak a harmadik számom. Mindegyik ilyen izélet, ilyen régi alidasos uh -huh. Az, igen. Juventus fog abban játszani meccset? Uh -huh. Biztos. Hát szerintem a benne van. Mondjuk tök vicces, hogy a, jött ki nem ez a cikk az ártétáról, és abban benne volt, hogy kettő szezonnal ezelőtt, amikor volt az Árzának ez a csodálatos, ilyen pink harmadik uh, számú meze, amit összesen kétszer voltak az egész szezonban. Egyszer augusztusban, meg egyszer szeptemberben és utána soha többet nem azért, mert az ártét a minden egyes lehetőségkor, vagy inkább azt mondta, hogy a hazai mezben játszunk, vagy a fekete idegen belében, mert az megfélemlítő hatással bír az ellenfélre. Úgyhogy Csodálatos. kedves Ázanás szurkolóknak nagyon tetszik ez az új ilyen lila átmenetes harmadik számú mez. Hát kettőnél többször valószínűleg a férfiak nem fogják hordani, viszont a női csapat fogja hordani, és rajtuk elképesztően jól állt itt az első felkészülési mérkőzéseken. Na, az áttétel úgy tűnik, hogy nem túl elfogadó társadalmilag, Így igen. Ja. Rózsaszín. Mm, azt férfiak nem veszik föl. Hol vaj, jöhet. Így van. Nem, az nem megfélemlítő. Fel lehet venni, valakinek jól is, áll, nekem például jól áll, de megfelelő hatásom megfélelítő. nem ettől van nekem sem. Na egyébként tegnap mondtuk, hogy a Bundesligás mezversenyt azt minden bizonyal az Unión Berlin nyerte. Majd hát majd mezversenyt, szerintem van három topról. Csillánk, már a Premier league ben biztosan hmm. lesz mezverseny. Igen. Én a már, nekem már van listám is majdnem. A Premier League-ben gyerekek, nem tudom ki mit fog mondani, a Manchester united mind a három meze eszméletlenül szép. Ezt majd megbeszéljük, akkor amikor erről fogunk beszélni. Zseniális, Állj, hogy egy sorozatban összetudott-e sikerülni, akkor is elmondom. Nem tudjátok! Előtt. A szót belém a 22 23 as kollekciója volt ilyen, amiben az a fasz a fekete, meg a pink. Na, de már nem ez emlékszem. Jött. Jó, az ki. Akkor szignót kérek. Tudod Pina! Na hát, Azt már az juttam, csak azért... Kont. Igen, kont. Nem, most van. magyarok vagyunk, nem? Ja. Most azért nem? is aktuális ez a bemondás, mert hogy szexuális erőszaknak voltam tanulja az Emirates stadionban, mint ahogy Erről már volt szó a, az Európa-ben is. Igen, hát ez egy elképesztő trauma volt, és nézem, hogy a Bence ezt külön megírta. A második, el. második, mondom. aha. Egyébként harmadik, de Bence ezt a szöveget. gondoltam hát, gondolkodtam, hogy gondoltam a átélünk majd a meccsekre előtte legyen a mecsekre ah. szó. Bence ezt minden. a szöveget költötte hozzá. A hétvégén kiderült, hogy sem a hirtelen felindulásból elkövetett folytogatás, sem a seggcsipkelődés nem ér lapot a Premier League-ben. pedig ezt élőben nézhette végig. És még mit csinálta közben? Mi látszott a stadionból Moszkvára álmok futásából és miért nem volt semmilyen retorziója a Wolves játékosok cselekedeteinek? Azért, mert csalnak. Azért, mert Az csalnak. Az ellen? De, áh, igen, egyébként szerintem ez egyértelmű, mert hogy ugye a szezon előtt megint kijött egy ilyen direktív, hogy például a pontrugásoknál jobban figyelnek arra, hogy az elzárásokkal a támadó játékosok ne tudják akadályozni hát mondjuk a védő a a Nem kell kicsit regulázni, mert egy... De hát a, segíten... a nyilván az a probléma, hogy ezzel a vikáriónak a karrierjét megmentették a Premier League-ben, miközben az Arzen állt meg akadályozzák. Hát eddig ugye eddig senkinek semmi gondja nem volt ezzel. Senkinek az égvilágon semmi. Már Amint az Arzen előtt ez, nem, nem, 20 gólt pontrúgásból, ez innentől nem így ugye általában a szabályváltatások. Innentől inentől inentől kezdve ezt nem lehet csinálni, ugye a tíz évvel ezelőtt még a Stoke is ezt csinálta, az Everton is ezt csinálta, nem a, A Chelsea miatt alig voltak szabályváltoztatások, csak nem a pályán, hanem egyébként ilyen <laughs> keret rendezés tekintetében. Na most szóval az, az, jók a pontrúgásokban, az még nem csalás. Nem, de azért nem is arról van szó, hogy az árszenálnak elvették minden eszközét a pontrugásoknak a sikeres Milyen volt, kivitelezését. A a Egyébként Nikolás Zsover úgyis kitalál erre is valamit, hogy hát igazából igen. senki nem fogja tudni megállítani. Egyébként nagyon érdekes volt, mert én ebből semmit nem vettem észre. <laughs> erre gondoltam, <laughs> hogy hát ez az... Amikor a Moskéra megfolytogatta a Havert, az egyrészt pont a másik szöglet zászlónál volt, úgyhogy csak annyit lehetett látni, legalábbis én annyit látom, hogy ráfekszik a havert és ők utána ott marad a földön. Azért azt... azért. Ja, persze, hát, jó, hogy jó, állítsa jó, jó. ki, meg hogy takarodjon a picsába a Jesus féle esetnél, már csak annyit lehet lehetett ugye hogy a Jesus meglöki a, uh -huh. a moszkérát, és kapja egy sárga alapot, ami érthetetlen volt. Hát innen. nem, nem, szabad lögdösödni. Micsoda? Szabad lögdösödni. Hát ő, inkább lögdösödjön, mint hogy belenyújjon valakinek az áruszába. <laughs> ez így Ami, volt. De, de Ez a kettő ugye egymás után, és vége lett a meccsnek. És <laughs> Kicsit kirekeztem a Pét is, ha belegondolod ebbe a mondatba. Itt utólag néztem Twitteren, és láttam, hogy ja, hogy ő ráfeküdt konkrétan a Haversnek a nyakára. Ja, jó. Ja, hogy a konkrétan a, a Jesus Ja, a, a, a visszajátszásból annyira egyértelműen látszik, ahogy a moszkérát elönti a düh, és megfogja, és így el a Havertsnak a nyakába, és utána próbálja megmenteni nem a helyzetet, és a ráesni, elkezni. meg, aha. Csak a igen. Havertz, meg az Oktondi Havertz, meg odafeküdt. <laughs> Oktondi? Na minden esetre, nekem azért ebben messze ez volt a legcsodálatosabb, hogy utána ugye el, hogy jaj, leestem, a fenébe, hújúj, ez csak véletlen Le, tudod, volt, adom, így nem tudtam megkapaszkodni. Amikor... Akkor... Jaj, Isten, mi fog most <laughs> Ez olyan, mint amikor valaki megcsalja a párját, és hát elestem, is véletlenül pont felállt a faszom, és ott estem. volt egy nő. Tehát, igen. hogy egy véletlenül, véletlenül megfolytogattam hogy, vagy, valakit. Hogy amikor rájönnek valakire, azt mondja, nem az, aminek látszik. Az, és, és értem, hogy mi a faszra volt, Tehát, mi Akkor mi, mi, lehet, mi lehet még igen, ez? Most... Mint amikor egy kisgyerek nyit be, és hogy csak, csak meggyógyítom a nénit. Fáj neki. Egy kisgyerek miért csinálja? meg ez megtörtént? Nem. Jó. Csak szerette volna. <laughs> nem, ezt egy filmben láttam. Ja, milyen filmben? Hol, hol kellett megtalálni ezt <laughs> a filmet? Igen, ez a... A oldal, vagy nem? <laughs> a Volt régen volt. valami. Volt volt, 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 volt. 11 óra után lépte Na, de azért, amit a Moszkérre csináltad, ismerted volna Nem ilyen után kapsz a Amúgy, be? de... Én Csakutam arra emlékszem, az Animax után jött a pornó. Animax? Aha. Az is Úgy volt, tényleg fiatalabb vagy. minimax, animax és a porno utána. Valamikor, nem tudom, hogy hánykor. Az animax az mi? Ott a, a ilyen An -e, a a és animés mesék szerintem. voltak, Á, igen. Tehát ott már rajzolt volt, de abban is voltak testnedvek, főleg vér, meg mindenféle genitáliák, szerintem arra gondolok Genitáliák, igen, mindenképpen. Jó, tehát igen, alapvetően a varkorában azért valószínűleg ezeket jó volt volna kicsit büntetni. Ugye az a kérdés, hogy mivel, mivel mert hogy sárgát nem, tudsz adni, ugye varra nem tudsz adni sárgát, akkor pirosat tudsz adni. Az ellenfél a veszi tehát piros lapot. Hát igen, ugye Itt ez, a, ez az a... -e. a... Alapvetően szerintem is a moszkérát ki kellett volna állítani azért, amit csak a havertz csinált. A másik sem szimpatikus, de arra azt mondom, hogy mondjuk azért az kiállítás nem ér. Tehát ezt... ezt... majd a bíróságon beszéljék meg. Jó van, majd megbeszélik ott. Azt mondja, a másik sem <laughs> szimpatikus. <gül> nem annyira, de, de hogy így összességében azért Piros lapot nem osztanék, de minden esetre a Havertzer kéne, csak hát mivel nem egy olyan látványos kontakt volt, amit vizsgált volna a VR, ezért így nem kezdi el vizsgálni a VR, és azért itt nyúlunk bele azokba a helyzetekbe, amikor persze szeretnénk, hogyha minél kevesebb vr lenne, mert akkor kevesebbet kell várni, de mondjuk ezek meg pont azok a fájdalmas szituációk, ahol meg én nekem azért van problémám azzal, hogy mondjuk az ilyenekre nem hívják föl a figyelmet a bíróknak a VR szobából, csak azért, mert a folyamatban nincsen beleépítve, hogy ez egy olyan dolog, amit nekem úgy lehetett volna vizsgálni, hogy utána a bíróval ezt meg kell beszélnem. Mert amúgy ez egy elképesztő, agresszív lépés, amit nem kellett volna hagyni, hogy ne legyen kiállítása vége, mert tényleg a lassításról teljesen egyértelműen látszik, hogy mint ahogyan a Newcastle meccsen is a sert, elönti egy pillanatra a moszkérát az ideg, és azért cselekszik. Én szerintem a VAR-nak a használatáról lehet vitatkozni, és nyilván a legfőbb célja, hogy a szabályokat hatékonyabban tudják érvényesíteni a pályán, viszont szerintem meg a legfontosabb feladata, és ez mindenek fölött áll szerintem az a játékosok testi a védelme, épp ezért például a ilyen súlyos szabálytalanságokat nem véletlenül büntetik piros lappal, és szerintem az kimeríti a súlyos szabálytalanság fogalmát, hogy valaki teljes test súlyával a másiknak a nyakára. Hogyha ez úgy történik, hogy mindkét játékos áll, és a moszkére úgy megfolytogatja a Havertzet, az egy sokkal látványosabb és egyértelműbb dolog, és valószínűleg előbb osztanak ért a piros lapot, így ez kevésbé volt egyértelmű talán, és kevésbé volt egyértelműen szándékos, még hogyha a visszajátszás alapján ját, látszik is, de szerintem a testi viszont a Havásznak sokkal inkább veszélyeztette, úgy Alex Fergusonnak a klasszikusával érdek, akár meg is ölhette volna. De, de szerintem is ki kellett volna állítani a, a moszkérát, szerintem ezek a dolgok azok, amik nem férnek bele a a futballpálya, mert ez semmilyen sport, sportszakmai dologgal nem magyaráz, hogy labdára ment, nem. Hát ez nem labdára, ment, idegből cselekedett. De ebből a stadionban ja, keveset vettem én. észre. Teljesen az agyunkra megy az, hogy mindent angolul olvasunk. Én az előző az Európa league Profile for profile akartam mondani, a Pete már egyből sport. Úgy, úgy fogalmazza meg sport. Egyszerűen nem fél bele a sport szellemébe, szellemiségébe. Um, fair play. <laughs> Nem fér a fair play szellemébe. Mi szóval. Mi egy szóval. voltam egy fél évet uh, Erasmusszal, és, nem, és nekem a magyar volt. nyelvet. Mondjuk te is így szoktál beszélni, mikor hazajössz éppen valamelyik amerikai nyaralásodról. Menj a bicsába, <laughs> Amerikai nyaralásból, Nyaralás. azt azért remélem hallottad a végén. Lépjünk tovább. Technikai okok miatt nem került a keretbe. Egy edzőnek néha meg kell hozni a kellemetlen döntéseket. Mondta Enzo Maresca arról, hogy Raheem Sterling kimaradt a Chelsea keretéből a Manchester City elnyitó meccsen. Várjuk a tiszta és pontos információkat a Chelsea részéről a szituációval kapcsolatban. Ameddig ez, ez egy ez... Statement? Aha. Hát, ameddig, már ameddig ez nem érkezik meg, addig pedig támogatjuk Raheemot abban, hogy pozitív hangulatban kezdje meg az új szezont. De ezt már nem Maresca mondta, hanem Sterlingnek a nem tudom, képviselői, akik a meccs Kent. előtt egy ilyen nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra. A, a médiásai, ügyvédei. Na de kinek Basz van, itt volt. kinek van igaza? Kinek vagy Störlingéknek? Egyáltalán van-e értelme jelenleg például Störlinget kibaszni a keretből, úgy, mint a Sálobát, hogy hát ha elviszi valaki? Miközben a João Félixnek most adnak éppen egy hat, hat éves szerződést. Tehát a, ennek a kontextusában érdemes megvizsgálni a Störlingel történő eseményeket. Ha hozzászámítom a Zsó Félixet a Chelsea támadó sorához, akkor még mindig tartom azt az állításomat, amit talán egy héttel ezelőtt mondtam, hogy a Sterling a Chelsea legjobb szélsője pillanatnyilag, de hát túl magas a fizetése, amit még Bőli bácsi osztott ki, nem pedig az Ekbali, meg a Winston Lee Stuart, sportigazgató kettős, és hát muszáj valahogyan forgatnunk őt, meg még lehet, hogy valahol el lehet passzolni, úgyhogy... Hát inkább csak az a kérdés, az a hogy ezzel mit csinálsz? Tehát, hogy ezzel jobban el tudod adni a játékost? Ez inkább kikényszerített, hogy valahogy összejön ez a díja, de ebben jól nem fogsz járni Chelsea-ként se. Igazából, mert abban a pillanatban ennek elkezd devalválódni az, de az hát, a, a Én szerintem a tizen... Salabá el fog menni a Chelsea-ből majd, és a Salabát valaki a fogja meg fogja venni. Megegyeztek az Atletico madrid most. most. Az, most Pipa, a Salabát valaki augusztus 31-én el fogja venni ilyen 14 millió fontért, vagy valami És jó fog És az valami olyan eszméletlen jó üzlet lesz, és a Chelsea részéről meg annyira ostoba üzlet lesz, pont emiatt, hogy most már a Salaba ugye több mint két hete ki van téve a felnőtt csapatnak az edzéseire. és hát a is. ugyanígy van. Ő is, ő, is, ő is látogatja az edzéseket. Hát ez brutális. Hát és miért nem lát, mert egyszerűen már nem tudsz ennyi játékossal edzéseken részt venni, és a Mareszka is megmondta, hogy hát igen, vannak sajnos játékosok, nem készülnek. Hát van egy 42 nem 28 már csak 41. Dolgot. Már csak 41. Nem, 42, mert 43 volt, és az ugocsok után lett 42, hogy őt sikerült kölcsönbe. Mindegy, ezen nem fogunk összeveszni. Reng rengeteg játékos van. És volt ebben egy nem is ilyen videó, ahol a konditeremben edzenek a császisek, és olyan volt, mintha egy ilyen Cutlersbe bementél volna, ahol várnak négyen a különböző gépekre, hogy legyen valakinek lehetősége végre odaférni, és így tényleg csak így nézted, hogy mindenhol ilyen párosával állnak a játékosok, ott minden gépnél, mindenhol egy ilyen 25 méter 10 méter hosszú teremben 30 ember össze-vissza Van erről egy story. A... Jól kezdődik, hogy erről a... van egy sztori. Amikor vizeladáztam, akkor az OSC-t és, a, OSC a KS-t összevonták a két klubnak egy bizonyos, U nem tudom, 13 alatti részeit és akkor egyszer csak megjelentünk úgy, hogy a következő edzésen az eddigi 20 játékos, 40-en érkeztünk meg az edzésre, és mindenféle, tehát hogy nagyon jó volt megszervezett a dolog, mert mindenféle gondolat nélkül, egyszer csak hogy ott voltunk egy edzésen 40-en, és megmondták, hogy akkor most az edzőtábor, a nyári edzőtábor alatt hogy ki ez a 20, aki maradhat. Nagyon so, szép. No, az, az edzőtábor ott olyan egymás elleni meccsek voltak, hogy én olyan könnyűkös, hogy életen nem kaptam meccsen sem, mint ott. Tehát tényleg, de én is mentem át. Ezért nem engedi a Maneszka edzést a többieket, hát, mert azok szétverik egymást. Na mész át a másik, mint az áll. Hát tudod, hogy most vagy ő marad benn, vagy én maradok benn. Ugyanabban a pozícióban játszunk, apa nem mész és akkor ott nem megy át. Bemaradtam. Hát, hogy jó no, volt, szép, de, de az nagyon, a, arra emlékszem, hogy ott olyan stressz alatt játszunk, és ott a 12 évesek, azért most belegondolsz itt ezek a játékosok, mindenki itt a megélhetésért is most nem azért, mert nem párizsi zsömlére kell nekik, de ettől függetlenül azért mondjuk a Raheem Sterling se azért egy gazdag családból származik, mindegy, a szállás -e, most már nem erre kell a pénz és mindenki a másikat most itt le akarja tolni, és mellé még akkor hozza egy Zsóa Félixet, az, hogy eladja egy gelegert közben, és akkor most erre az évre megint jobban járunk, mert éppen elkönyveltük a teljes bevételt és a kiadásnak csak a, a, hatodát. A Chelsea konkrétan fizetett azért összességében, hogy megkapják azt a játékost a Zsóa Félix szemében, akit nincsen európai klub, aki leigazolta volna hát, átigazolásként. azt, nem tudom, hogy milyen fizetés. Hát, én ebben ég... nagyon nem hiszek. Hát az ember nagyon szerette volna. De hát és látod, a, hogy nem a villa értet. 60 milliót a sportvezetés engedte nem. volna, hogy leigazolják hát pénzért. Nem. A... De nem, mert a barátai a sportigazgatók, a Moncsi. A, a fizetési keretre nagyon a... kíváncsiak, hogy mennyi lesz a fizetése a Félixnek. Mert azért nem volt a fizetése az már, és most ebből lejjebb adott, vagy nem, mi? Nem hinném, maximum akkor el van osztva az évekre, és úgy lehet, hogy összességében nem, talán de nem is rosszul. Egy... Na, de de befejezettetünk konkrétan, a Chelsea azért fizetett a geleget odaadva, hogy a Félixet ők befogadják. Azt me szerintünk mennyire okés díl összességében. Hát, hát, hogy a, oh. Végül a Félixet csak azért hozzák el, mert az Omorodiont nem hozták el. Tehát milyen... Hm fokú sportszakmai háttere van ennek. Semmiféle. Ez kizárólag Ez egy pénzügyi könyvelési idén. technika. Enzo majd nem lesznek szélsői, hogyha a Pedro Neto megsérül, mert a Sterlinget meg kibasszuk a keretből. Hát ott a Mudrik. Ja. Mm, És ugye ezek a kérdések, hogy ki, melyik világban van az, hogy a Mudrikot akarod játszatni a Sterling helyett? nem ebbe van, az biztos jelenleg. És persze a klubvezetés azt mondja, hogy a Mudrik az most 22 éves, vagy 23, az tördénk meg itt már a végjár a karrierének, bazinja a fizetése, nem tudjuk eladni. Hát az valahogy toljuk ki a keretből, amit tudjuk. Csak az egész, ahogy ezt megcsinálják, úgy, hogy a tavalyi évben és a már az egyik legjobb szélsé volt a chelsea -nek. amikor játszott, te helyet. a volt. kutyázta gyakorlatilag már mindenki a chelsea -nél. De teljesen jó volt, és persze a Márezkának is nem ilyen szemben meg van kötve a keze, mert itt meg van mondva igazából, hogy ők a Számunkra ő fontosak. Jót nem tud. Tehát ő csak kutyát tud csinálni magából a nyilvánosság előtt, azzal, hogy elmondja, hogy a Sterling nagyon fontos játékos, majd négy nappal később azt mondják, hogy nincsenek keretben, mert ki kell tennünk, úgyhogy most ezt meg, megkérlek. Majd jön a kérdés, valamit válaszolj rá, technikai megoldás, meg hát sajnos kellemetlen döntések vannak. És igazából szétégeted az edződet is úgy, hogy amúgy meg ő neki rohadtul kellene a pozitív élmények mind a sajtó, mind a szurkolók irányába, mert hát egyelőre konkrétan a meccset nem tudtatok nyerni, azt hiszem egyáltalán a felkészülési szezon közben is. Mi tudjuk, hogy nem ebből kell levonni a következtetéseket, de aki szurkoló, az most úgy kezdett bele ebbe a szezonba, hogy hát fogalom nincs ki van a keretben, és még ki is kaptunk folyton a felkészülés alatt, úgyhogy hát most elég nehezen hiszem még el, hogy ő jó lesz. És mellett a Störlingéknek is azért ez a kiadott nyilatkozata meg az a -e nevetséges hozzá. Tehát ez, ez, nem segít ezen hogy ez a mi, mint az én csapatom együtt várjuk a reakciót a chelsea -nek. apa menj be és beszél te vagy a a, 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 dolgozója ennek a cégnek. Jó, hát majd ő, mindjárt jön a Perárnau könyvéből egy részlet, amiben volt a Störlingnek a city távozásáról is rész, hogy ő hogyan hisztériázott össze a Tehát ez azért... Én nagyon szeretem a Störlinget, de nem biztos, hogy ő az, akit feltétlenül a, és az öltözőben szemben. annyira nagyon szeretnék hát csapatásnak. Mielőtt arra tovább lépünk, ki, tele? ki az, aki elviszi a, a Sterlinget? juventus Juventusszal hozták szóba, jelenleg a Sterling dupla annyit keres, mint az a kéz, akit mm -hmm. megki akarnak rakni, mert túl sokat keres. Mm -hmm. Oké, okay, nem sérülék ilyen a Sterling, de, okay. de viszont idősebb, mint a de Akkor kurva jó lenne a Juventusba, de nem tudják megszerezni. Kellene a Juventusnak mm -hmm. balszélre, mert most oké, okay, most... Kisgyerek debütált volna, és ügyes volt, meg a felkészülés alatt is. Oda. a, a, a péc, kisgyerek. A Pécs sem tudja már valakinek a nevét, akkor Igen. tudod, amikor ők kisgyerekezik, gyerekezik, mint <suk> a, a, az az a. Az a fekete a, az be, ott be hogy rohangál az az ügyes kis, fiatal srác? Boingo, vagy valami ilyesmi. Hát meg hát az a baj, a, hogy a. Úgy lehet a hogy az a lehetősége, hogy hát akkor álljuk mi a felét, ti a felét, az úgy jó lesz egy évre, aztán megveszitek talán valamennyiért, tehát hogy ebből mi lesz, ez így, ez így nem fog összejönni sehogy se. És hát pont most a Transfer Flow nevű ö, podcastnek van ö, levél, hírlevele. hírlevele is, és igazából abban pont értek le azt, hogy igazából ez pénzügyileg nem megugorható, mert hiába még ha egy év múlva is hazad el, mert az elén kölcsön, akkor is a kölcsön végén a játékosnak le kell adni a feléből a fizetésnek, amit nem fog megcsinálni neked, hanem azt mondja, hogy bocs, de én kipörgetem a Chelsea szerződésemet, és adag vagyok, amíg Gorecka, a Bayern münchen Légy szíves, <suk> menj <mennyel>? Nem. <suk> mit az azt mondom, hogy nem. <suk> ez olyan klubot, aki kifizeti ugyanazt a fizetést. Jó, és akkor elmegyek. <suk> Tudod, mennyit esik itt Manchesterben? Tudod, hogy mennyit dolgozunk ennél a csapatnál? Nem érdekel. Készen állok a kemény munkára én pedig még mindig nagyon hosszú taktikai értekezleteket fogok tartani. Talán unni fogod, de alkalmazkodni fogok. Bármivel, ami elé állítasz. Leo. Jó idősebbek vagyunk már. Talán nem jövünk majd ki olyan jól. Pep. Én csak annak a lehetőségét szeretném, hogy nagy dolgokat érdekel. Azt érzem, hogy ismét kész vagyok oda csapni. Márti Parernau, Pep Guardiola házi írójának új könyvéből derül ki, hogy ez a párbeszéd bizony lejátszolott akkor, amikor Lionel Messi távozó félben volt a Barcelonától mi lett volna, ha? Ugye itt 2020-ban járunk, a Barcelona itt a Covid időszakban éppen kapott egy elég erős verést a Bayern münchen a Bajnokok ligájában, és ott még sikerült megegyezni végül a Barcelonának messzével egy újabb egy szerződés hosszabbításról, horribilis fizetésért. Olcsón, igen. Hogy aztán egy évvel később a Paris Saint-Germain ez igaz olyan, ami hát messzi szerint az egyik legrosszabb, ha sőt a legrosszabb időszaka volt az ő pályafutásának, de jobban járt volna, ha egy évvel korábban végül sikerül a Manchester City ez igazolni. És a Manchester City jól járt volna. Na ezt a kérdést akartam volna én is feltenni, hogy el ugye ez azt jelentette volna, hogy például a triplázó Manchester Cityben ben ott van Lionel Messi. És szerintem az egy ilyen nagyon... De triplázott volna akkor a Manchester City? Az egy nagyon érdekes kis ilyen... Van YouTube-on rengeteg ilyen történelmi csatorna van, szerintem nagyon érdekes, én imádom ezeket a videókat, ahol ilyen elképzelt történeteket visznek. Mi, mi lett volna, ha Cézár nem hal meg, és akkor végig viszik, hogy a rendelkezésre álló információk alapján meg volt egy hadjárat, amit elkezdett volna, hanem Hitler... Mi lett volna Biztosan ilyen is van, nem tudom. Szóval ezzel szerintem ez ilyen YouTube csatorna? Igen. A no alternatív azért, valóságok. A, a, Igen. Azért alapvetően megpróbálják információkra fölépíteni, amennyi elérhető, de nyilván ez inkább játék a kreativitásra. Meg, meg van ez az, az ember a fellegvárban. Igen, uh -huh. a Philip Kédik, ugye az uh -huh. meg az, hogy a nácik látszék a második világháborút. Na hát ez is egy picit ilyen, hogy még Lionel Messi is megérkezik a Manchester City-hez, és megmondom őszintén, hogyha kell jó erőset mondani, én szerintem messivel nem lehetett volna már ezzel a messivel triplázó csapatot felépíteni, mert az, amit az a Manchester City igazán különleges volt, az pont az, amit a messzi alásott volna, annál kompaktabb és labda nélkül sebezhetetlenebb csapatot, mint ami a triplázó Manchester City volt. Én megmondom őszintén, amióta Értelmesen tudok a világra tekinteni, és felfogom, hogy mi történik körülöttem, meg a fociban. Nem láttam és hát ezt azért Messi, aki netó nulla labda nélkül, de azt mondta pepnek, hogy futna. Akadályozta volna. És nem aludnál a taktikai értekezleteken sem. Én értem, amikor hogy jó, elég már... sokat elmond arról, hogy mi történt Barcelonában, amikor ja, a tartott taktikai értekezleteket. sem látszik egyébként kétségbe esetnek a Messi ebben a párbeszédben, hogyha ez tényleg így volt. Amúgy ez az a rögtem, ahogy felolvastad, úgy különösképpen úgy hangzott, mint hogyha valaki egy ilyen szakítás után visszapróbálná könyörögni magát. Hát ez... De én megváltozok, én nem olyan leszek. Esküszöm, hogy megváltozok. Esküszöm. Nem fogok megint elesni álló brével és beleesni valamiben. Már nem meg... is áll. Bá... Áll, de, áll, de, de, rád, nem úgy, de csak rád. rád. Messi mondta ezt Pepnek. Áll, de rád. Szóval én nekem ez a mondásom szerintem nem jött volna össze a triplázó Manchester City, úgyhogy bármilyen... Viszont a bajnokságokat el... ugyanúgy megnyerték volna, mert ugyanúgy ledominálták Jó, hát volna meg, meg az, az Jó, meg főleg akkor még, olyan cheat a csávó, amit... Igen, de most már egyre jobban limitált azzal, hogy egyszerűen a futás mennyisége már támadásba sincs meg elég hozzá, hanem csak azokat a kis passzokat megcsinálják, meg levesz három embert közben. De, hát, de a City-ben akkor még főleg még az, az első PSG szezonja, hogy az egy PSG szezon sem volt annyira az, és előtte beszélgetünk még erről, azért ott az a Lionel Messi, hogyha berakod a City-be, és mellettem futó embereket raksz, meg ilyen technikai képzettségűeket, az igaz, hogy labda ez nem lett volna annyira kompakt az a csapat, hanem itt a Messi-vel gyakorlatilag úgy számolunk, hogy ott elől áldogával. Akkor hullán sem jött volna. És azért Holland a City szempontjából a tökéletes befektetés. Tehát a Hollandot, hogyha a Holland úgy dönt három év múlva, hogy én el akarok menni a Real Madridba, akkor a Manchester City el fogja tudni adni a Real Madridba. Egyébként az Erling Hollandban még benne van 10 abszolút extra szezon. A bármelyik nem, verzió tökéletesen tíz, jó. Nem, igen, igen, igen. igen. Szerintem, a, a BL-re azért jóval kevesebb esélye lett volna a Manchester City-nek, hogyha egy ilyen kompromisszumot meg kell kötni. Holland miatt is kellett kompromisszumokat kötni. Volna. Tehát szerintem olyan dolog, hogy megnéztem volna az ebbe a City-be egy beraksz, egy Messi-t így puty, Ugyanúgy, ahogy én is megnéztem volna a city hogy az Igen. hogyan nézett volna Igen. Guardiola alatt. Lehet, hogy egy ilyen, az is ilyen katasztrófa turizmus lett volna a végén, aztán lehet, hogy nem. Ki tudja. Ez már nem fog kiderülni. Na, de ennyi volt a Turet percek mára. Ma igazából kettő nagy témával készültünk nektek itt az első fordulóban, átfogó témákkal. Abból az első az természetesen a Manchester City-ről és a Chelsea-ről fog szólni. A második pedig a Liverpoolról, főleg, de azért az Ipswich town is fogjuk méltatni. Na tehát. És forró Nagyon vicces ez a szituáció, most vagyunk, mert most láthattatok egy vágást. Vágást? Nem látszik. Ugyanis annyira régen voltak forró hogy teljesen elfelejtettük, és kihagytuk a... De? Készültünk újdonságba. Így van. Megígértük, hogy lesz valami új. Igazából ez rajtatok múlik, hogy ez az új ez marad, -e, de ugyanis mi szeretnénk ebben a szezonban veletek is játszani forró rakásos versenyezni és megvárni szeretnénk titeket. Mivel, hogy... Hát, hozzáállás kérdése. Nekem ez. Ö, azt szeretnénk kérni, hogy akinek van forró rakása erre a hétre, ugyanis most mi is meg a sajátjainkat, írj le kommentbe, és amelyik a legjobban tetszik, majd nektek, az egy lájkkal like kell jelezni a megértések között. Igen, erre mondjuk valami határidőt kéne szabnunk, tehát mondjuk szombatig bezárul a forduló. A meccsik, amíg, amíg elkezdők a meccsik, addig ezt meg kell tenni, és a következő hétig ezt mi meg fogjuk kapni, és a következő héten már fogunk beszélni a ti előző heti rakásodokról, és pontozni fogjuk nagyon kőkeményen lefelé, nagyon ember. Ahogy egy egymásét is mindig Igen, lefelé. Ugyanez húzzuk. lesz. Ez idén is így lesz, nyugodjatok. És meg. így innentől zsomáknak azt kell csinálni, hogy egy héttel elcsúsztatott fognak érkezni a nézőinktől származó forrakások, és versenyeznek velünk. De és ezt azért mi is fogjuk írni Zsomek, már különben ez, én már ez tarthatatlan nem, nem, az meg mert... Zsomek fogja írni. És a hát az éves előfizetést, csak mondom ezért. Tehát mi azért így jutalmazzuk meg, ami kedves. És én meg is beszéltem vele, hogy ezt a kihívást is vállalni fogja, ugyanis Na. ő egy kedves arany előfizető. Így kedves van. Zsombor. De azért gondolom, le, le, kéne írni neki, hogy mi ez a, mit majd. Na mindegy. Haladjunk tovább. Rakjunk forrókat. Szóval a lényeg nem, az... ne, nem, tehát, magyarázzuk el tisztán, és aki szombati, Akkor nekem nem sikerült, jó? a szombati első meccsig bezárólag az a komment, ami nem tőlünk jött, és forró rakás, és a legtöbb lájkot like fogja kapni YouTube-on, ez lesz majd az a tipp, ami velünk szemben versenyez, és mi ezt fogjuk lepontozni, jó? Mert ne, ne legyenek ebből félreértések a szezon lesz, közben. Lesz, ettől nem tartok, de ti nézzük egy emberként versenyeztek, és a végére, a szezon végére kiderül, hogy ti le, le tudtak-e nyomni minket. A közönség, a vagy valamelyikünk az ügyesebb. És hogyha ők nyernek, akkor nekik adjuk az övet? Persze, boxöv. Egyébként azt én döntem el, mert minden évben eddig én, én nyertem meg a forgatókásokat. Hát jó az elsőben, mert ott te csaltál. Nincs ilyesmiről no, szó. Ki a történelem könyvek nem erről árulnak. Ki on. szeretnék kezdeni? Én kezdem. A Premier... Mi? Egyes. A Premier League uh, szezonjának végén a támadó szekvenciákban való részvétel, tehát az, hogy valaki lövéshez, azért ennyi, ennyire ne csodálkozz hallottad már ezt a dolgot, csak nehéz magyarul, a sequence involvement, tessék. Tehát az, hogy valaki. Köszönöm, így már értettem. Helyzetet alakít ki, lövést enged el, vagy pedig egy lövéshez vezető akcióba vesz részt, ebben Szoboszlai Dominik, Dominik benne lesz a top 10-ben, Premier league én nem forrónak érzem. Hát vaj nem volt benne. Értem, Do... de hát majd megbeszéljük az adásban, hogy sokkal közelebb játszik a kapuhoz, és sokkal több érintése meg lehetősége de az, de az, lesz. De az nem, nem számít, mert úgy, hogy a támadás való részvétel is számít, tehát nem neki kell feltétlenül a kulcsposzt adni, nem. vagy a lövést leengedni, a támadás felépítésben való részvétel is. Abból viszont kevesebb lesz szerintem neki, mint az előző szezonban. <síthat> Utolsó passzokban szerintem több lesz. Én, én, erre adok egy, egy 75-öt. Mert szerintem nem lesz egyébként benne, de esélyt azért látok rá. Esélyt én is bőven látok rá. Hogyha megsérül, akkor már is Márknak szerencséje van. Ami azt jelenti, hogy Sós Márk, Liverpool szurkoló és magyar ember azt szeretné, hogyha Szoboszlai Dominik megsérülne. Ezt szeretné, szeretném, hogyha lejegyeznék. jó? Hát nem per 90 mondtam. Összínűleg, de, de totára is, hát most ha nem játszik, akkor nem tud gyűjteni. Hát, Érted? Akkor, hát akkor nem lesz benne a top 10-ben. Nekem nem jó. Ja, nem hogy te jó. azt nem mondtad, hogy nem lesz benne a top 10-ben? Azt, hogy benne, benne lesz. lesz. Hát hát ha nem játsz, az előző az szezonban nem volt benne. Igen. Hát de azt mondom, hogy akkor nem lesz benne, hogyha nem fog játszani. De mondom, benne lesz. Tehát top 10-ben lesz benne. De az én, én, azt, én azt, szeretném, azt szeretném, hogyha nem lenne, mert az a forró rakásnak a negatív Ezért része. Ezért te nem szeretnéd. Te azt mondod, hogy sérült legyen. Te mondod azt. Nem. Jó, igazad van. Igazad van, igazad van, Igazad van. Na, mindegy. A lényeg, hogy egyezzünk ki egy másfelesben Egy 75 most már. Akármi... már nem is érteltem. Kármire már... is mondtad, nincsen baj. Egy 75. Faszom. Egy 75. E... Én saját magamban bonyolultam. Hát bele. igen. Ezt most felott fordulni. Top 10-ben, vagy, vagy top 10 kívül, vagy most melyik verzió? Na jöhet a következő. Akkor amíg összeszeded magadat maga gondolataidat, addig én hát. elmondom a sajátomat, szerintem a szezon felé, ez ugye 19 lejátszott mérkőzés jelent. Egyetlen egyedzőt sem fognak kirúgni. A 19. fordulóig? Na, hát igen. Tehát amíg az adott csapat le nem játszik 19 meccset, ahol az első edzőt kirúgják, addig senkit. De a fel fele mikor van, Pete? Hát 19 forduló, igen, de attól függetlenül. Szopatlak, mert azt csinálom, mint a hülye lennék, de elkezded magyar Na, direkt hát, az előző magyarázni. pár perc után. Az ipswich nem hinném, a Wolvesnál látok lesét Gary Onilla, mert azt mondom, hogy szerepelni, Everton nem, Brighton nem, Hürzel új, Newcastle nem, Samson, Samson, hát ott látok esélyt, de azért ott is fél idő. Forest, az mindig benne van. Borms. Egyébként ez elég ez nem. forró. Veszten nem, azt tudom, nem. Egy 75 ez is. Vagy besül a vesztem és egyből kibasszák a lopetegét. Van itt azért többféle verzió. Igen. Egy, de a De Kúper kirúgják, a... mondjuk, mert öt olyan meccset el el lejátszanak. Emlékezz, a ez arra, hogy mi volt. Kúrva nem volt kirúgott edző. Uh -huh. De hát ott is addig volt. Nem. Volt. Fél időig? Fél időig uh -huh. volt összesen volt három. Aztán az első kirúgott után jött nekem az a forró lakásom, hogy ötnél kevesebb lesz a szezon végére. Igen, de szerintem fél évvel előtt rúgták az elsőt. Na mindegy, adjunk rá, egy 75 szerintem az jó. É, ezt elfogadom. novemberben volt az első menesztés. Tavaly. Hát az lehet, 19 előtt volt még. A 19. forduló az ilyen december környékén szokott mm. jönni. Na lehet, Bence? Na, én nekem az a forró hogy az újdonsült kedvenc kis csatárom Rodrigo Muniz 16 Gollal fog legalább végezni a szezon végére. Uh -huh. Tehát tavaly rugott. Ezt mi alapján mondod? Csak amíg kikeressük a számokat, hogy szíves, ezt erősíts meg. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy tartani fogja azt az átlagot, amit tavaly uh -huh. tartott. Mind alapozó mutatók, mind pedig az értékesített helyzetek tekintetében, és gyakorlatilag megdupláztam a várató erre a szezonra ahhoz képest, amennyit játszott, játszott tavaly, percet, és ez ebből kiszámítottam a végére, hogyha ezt tudja tartani, mert tavaly volt egy jó kis felülteljesítése, mm. akkor mm. egy Nem minimális volt, volt neki. tizeddel, tehát gyakorlatilag belőtte magát. Akkor az úgy nekem a végére Tizem. kiadja magát. Most ugye Hú. ebben benne van az, hogy lesz-e a Fulemnek 16 gólos csatára. Ez eleve nagy kérdés, főleg hát, mondjuk látva őket az első fordulóban. Én ezt nem tartom kizártnak, hogy ez meg fog történni. Hát nyilván kizártnak én sem tartom. E, e, én erre egy. Hát 16 az még nem kevés. Igen. Mert az. De én a munyis szerintem ebben benne van, és tényleg lövéseket termel saját magának is. Nagyon fizikális, nagyon jók voltak az alapozó mutatói az előző szezonban is, és nem az volt az előző szezonban. Hogy... Hozott a hozott 16-ot, a mateta is hozott 16-ot tavaly. Nem az volt, hogy ja, hát, a a magát. történelmi túllövés kellett. Nevöznek, nem, nem. úgyhogy Bence rábeszél erre, hogy nagyon valószínű, úgyhogy ilyenre más felé. Más szerintem is az jó. Hát az a rendkívül elégedett vagyok. Na hát ezeket a rakásokat kell nektek kommentekben felülmúlni, és erősebbet mondani, hogy másfélnél, vagy egy 75-nél nagyobbat adjunk rá, és a végén lenyomjatok minket a szezonban. De végén. olyat írjatok, amit megértek. Ne olyat, mint a már. Igen, összetogom. de, hogyha, de írásban lesz, tehát sokszor el tudod olvasni. Ah, és ez szerintem úgy menni fog. Hát rajtatok akartok-e velünk játszani? Mi reméljük, hogy akartok velünk játszani, és majd a szezon végén rajtunk, hogy ti nagyobb fordókat mondtatok. A Premier League nyitófordulójában a Pep Guardiola imitációs verseny nem más nyerte, mint Pep Guardiola. Uncsi. <laughs> A sakmániás pozíciós játékos kopasz derbén nem született meglepetés. Enzo Maresca nem tudta lenyomni korábbi mentorát, ennek ellenére a Chelsea szurkolóknak nem lehet csak okuk a panaszra, hiszen a csapatuk annak ellenére sem vallott szégyent, hogy az újabb, kaotikus átékozási időszak mellett ennél nehezebb nyitányt el sem lehetett volna képzelni. Pontos kérdések, mik voltak pontosan a bíztató jelek a kékek játékában, és mik azok az elemek, amiken még dolgozni kell? a Manchester City-nél pedig milyen újításokkal készül Guardiola, és miben hasonlított a mesterve a Community Shield-en látotthoz. Community Shield. Számokat tekintve a Chelsea gyakorlatilag minden tekintetben partiban volt ezen a meccsen a Manchester City-vel. Ha várható gólokat nézünk, akkor egy körüli volt mind a két csapatnak. Most, amit éppen nézek a Marknak a bot profiljára, ahol a statisztikák jönnek, ott um, egyes volt a Chelsea és 1,2 volt a Manchester city -é. A várható gól van különbség, ott a Chelsea-nek magasabb volt egyébként 1,6, a Manchester City-nek egy körül van, de egyébként ugye a labdabirtoklásra kávé úgy az volt, filtiltnél sem volt egyik csapat sem, előnyben az ellenfélnek a támadó harmadán belül, nagyjából ugyanolyan magasan is védekeztek, és összességében, hogyha 10 plusz passzos szekvenciákat nézünk, pontosan ugyanannyi volt mind a két csapatnál, és minden ilyen passz statisztikában is rendkívül hasonlította a két együttes egymásra, minő meglepetés, hiszen tényleg ez egy ilyen imitációs verseny volt nagyjából, és hát akkor erre lehet azt mondani, amit Enzo Maresca mondott a leges, legvégén a mérkőzést követően, hogy a 16-oson belül voltak a különbségek, meg a kapu előtt voltak a különbségek, mert a Manchester City-nél volt Erling Haaland, aki megszerezte a vezetést, és onnan könnyebb volt. Mégül meg, meg Nicholas Jackson volt, aki meg kihagyta, eh? Igen, és még egy dolog erről, az aztán fogunk itt minden másról beszélni. Én nekem sokkal kevesebb problémám volt ezzel a chelsea mint amennyire gondoltam. Én a felkészülési időszak alapján. Jó, van. azért még egyelőre jó, persze, még jön João Félix, és szétkúrják az Milyen jó szét. pressing lesz majd a félix meg a Mudrika, meg a Maduekével elől, az majd úgy ütni fog szerintem is. Szóval tényleg ezt mondjuk el, ami viszont egy új problémám volt, megnézve ezt a csapatot, hogy amiatt, ahogyan ez a keret föl lett építve, szerintem hiába vannak meg rendszer szinten már egyébként egészen jól leoktatva azok az alapok, amikkel szét lehet mozgatni a pozíciós játékkal a csapatokat, annyiban a Mereszkának a mondását azt kiforgatnám, hogy az, az nem olyan pozícióban és szerepkörben játszik, amiben szerintem a legjobb. A Cole Palmer nem tudja azt játszani, amiben a legjobb. És ezek a játékosok megoldják, és valószínű lesznek goljaik, a Nem tudod egyszerűen fölrakni az Enkunkuval és a Palmerrel az Enzót, a Kajszid-ot és a Láviát is úgy, hogy mindenki komfortos szerepkörben legyen, és mivel erre vagy kényszerítve, mert egyébként meg játszhatni kell nagyon sok játékost a Chelsea-nél, mert megvették őket nagy pénzért, vagy föl kell építeni. Ezért én nekem most ez itt az új problémám, hogy a kapu előtt sokkal kevesebb, vagy ha nem is sokkal kevesebb tud kijönni ebből csapatszinten, mint amit adott esetben egyébként a rendszer alapvetően indikálna, hogy ki kéne jönnie. Na, egy ponton vitatkozok, másikkal viszont egyetértek, csak hogy ki van olyan pozíció, hogy a Chelsea továbbra is, mint minden ilyen Guardiola utánzós pozíciós játékos csapat labdával ezt a 3-2-2-3-at játsza, és ugye ezen a mérkőzésen Enkunku ennek a hármas támadó sornak konkrétan a bal szélé játsza, uh -huh. tehát neki kellett tartani a bal oldalon a szélességet, és hát Enkunku nem egy szélső játékos, ő egy centrális játékos. A, konkrétan a, 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 az élete legjobb szezonját azt 8-as, 10-esként hozta. Egy csatár mögött Igen. játszott, visszavonta, de még el tud játszani csatárt, és a lényeg az, hogy tőle ne azt, hogy majd a szélen folyamatosan bontani fog, meg rávezeti 7-8 alkalommal a védőt. Rávezeti, csak nem csinál semmit. Rávezetett, ezt megnéztük egy párszor, rávezeti, mm -hmm. majd megálltak egymás szembe, és akkor ó, vissza. Ugye ennek az inverze -a, a másik oldalon a Zseremi Doku, aki rávezeti, és meg is csinálja. Mondjuk ezen a mérkőzésen vége nem volt szerencsétlennek a, a játékának, de a, a Nkunku nem ez. Bejött a második fíldőre a Pedro Neto, aki viszont már ez. Ki. elvezeti, és meg is csinálja a cselt. Ugye a chelsea a legnagyobb helyzete a mérkőzésen pont egy ilyen Pedro Neto elfutásban, elfutásból jött a, a, bal oldalon, és hát ugye ki tudna még ezt ilyet játszani? Bal szélen egy Raheem Sterling. Raheem Sterling, de ugye ki kellett tenni a keretből, mert... Mudrik is, is tudja ezt játszani. Mudrik is tudja ezt csinálni. Értem, hogy nem egy vonalszélső, de Raheem Sterling se egy klasszikus vonalszélső. Tehát most... De előbb felvágják az egy az egyeket, hát mint az Csak engem. pont ez a bajom, hogy a Mudrik eljátsza, oké, okay, annak sincs vége, az Nkunku valamennyit el tud belőle látszani, az még rosszabb, de a Sterling el tudná játszani, és jó is lenne. De nem a Sterlinget fogod játszatni, mert a keret nem így van összerakva, és a csomó mindent az diktál, hogy ennek a klubnak mi a stratégiája hosszú távon, meg így szílesen nézve, Nekem ez nem bajom. pedig a, az, szerint... hogy a Mereszká kit gondol a legjobbnak az elérhető ez játékosokból. A baj. Ez baj. Szerintem a stratégia felírja fel a taktikát, nem az jó dolog. Az a baj, hogy a stratégiában nem hiszek, hogy jó. Ez szerintem hülye a stratégia, tehát ez nem egy jó stratégia, amit csinálnak, de alapvetően felül kell, hogy írja a taktikát, mert ha mindig abban megyünk, éppen mi a pályán most ezen a meccsen jók legyünk, az nem fog segíteni neked az utána. Ezt a Brightonnál maximálisan adom. Igen, azért mondja, én nem már, vagyok benne. A stratégia biztos. rossz. Igen, mert mert... ennek alá rendelni magad uh -huh. hülyeség. Igen, tehát ez olyan dolog, hogy a Liverpoolnál is, amikor itt volt a klopp az első fél évében, akkor legyünk hetedikek, mert értem a stratégia az, hogy ezt akarjuk játszani, bármi van, az meg. És hát most éppen nem jön kivelő, pedig ha vissza az éve bunkerezni, lehet, hogy kijönne egy hatodik hely és egy ötödik hely belőle, de nem érdekel, én csak erre gondolok. Uh -huh. Na, a másik, amivel viszont én vitatkoznék, azt szerintem a Kohl Palmer. Én nem ez hogy a Cole Palmer mondjuk akár ebben a rendszerben olyan rossz pozícióban lenne, hogy itt a hármas támadó sorban papíron ő lenne, de valójában nem, hanem ő a jobb oldali tízes, a Malogusztó adta a szélességet, és ők ráadásul rengeteget cseregették a pozíciókat. Tehát volt, hogy a Palmer ment ki a vonal mellé, volt, hogy a Gusztó be a félterületbe, vagy azt egyébként a interelni felkészülési meccsen is lehetett látni egy ilyen gyémán középpályán. Szerintem ez a Palmernek kifejezetten jó, mert nem az, hogy le van ragasztod a vonalak közé, hát statikusan kapja a labdát, hanem akkor helyet cserélünk a gusztóval, most én lépek picit vissza a labdáját, most kilépek a szélem, veszem fel a labdát. Szerintem ez a fajta szerepkör, amit mondjuk ezen a meccsen a Palmernek el kellett játszania. Ez nem sokban különbözött mondjuk attól, amit az előző szóban Pocsettino alatt kellett neki játszani, akár jobb szélsőként befelé. Környezete viszont nagyon különbözik. De hogy viszont ki a környezete, a, a külött, körülötte lévő mechanizmus, mechanizmusok, hogy hogyan jut el hozzá a labda, az viszont abból a kevésből, a felkészülési meccsek alapján, vagy akár ez alapján, a meccs alapján viszont jobban működik. Tehát talán kevésbé lesz rászorulva a Chelsea arra, hogy a Cole Palmernek még a védőharmadban is kurva sok érintése legyen. Hát az egy nagy kérdés, hogy ez mondjuk jót tesz-e egyébként mind a csapatnak, mind a Pálmernek. Mert alapvetően a csapat szempontjából szerintem is nyilván egészségesebb, hogy eloszlanak az, az, az egyensúlyok. Ez. A Grilis az Aston Villában, amikor ő mm. volt az egyedül játékos, akkor őrsz. Az... és akkor már valószínűleg játékosként borosztani élvezett, én is, amikor voltam a egyik csapatomban a legjobb voltam, azt úgy éreztem, hogy ott Ez mindez... az a volt, ahol cselejtezték a. Igen, igen, az előtte lévő csapatok volt. Úgy éreztem, én vagyok a legjobb játékos, mindenki úgy is számított rám, kurva jól is ment a játék, mert olyan bizalmam volt, hogy tudtam, hogy ezt most vagy én lövöm, vagy más nem lövőbe. A Gridisnél ugyanezt éreztem az Aston Villában, mert a city és teljesen más szerepkört látunk belőle. És, és a, a... pálmerrel mi lesz, amikor nem ez lesz? Igen, de a Pálmernek ugye ez a kérdés, hogy a Grillis is ezzel kupákat nyert, nem keveset, bajnokságokat nem, nem, keveset, és amikor jól játszott, akkor azért valószínűleg jól érezte magát a rendszerben, de egy klasszikus rendszerjátékos lett belőle, és az egyik pázol csak az a dologban. A Palmernek az a kérdés, hogy amikor pázolóként működik, akkor nem lesz akkor a hatás, amit előtte volt. Mert akkor ő volt a nagy pázoló, és mindenki csak köré gyűlt. De itt, hogyha beleillik, és az egész kép jól néz ki, akkor nem lesz ebben senkinek baja. Itt az a, a kérdés, rizség. hogy a körülötte lévő kép az jól, jól ki, ki, vagy, vagy mondjuk bele kell majd erőltetni az enkunkut balszélsőbe, vagy a Zsao Félixet ugyanúgy balszélsőbe. Meg nekem ez a bajom alapvetően, hogy amit a Pocsatinomában viszont láttunk, hogy azért abba direktebbek voltak, hogy amikor a Palmernél volt a labda, akkor voltak futó emberei neki. Most már nagyon sokszor az volt, hogy a Jackson talán elindult, de a többiek meg álltak. És ott így állt, most akkor én most mit csinálják itt egyedül? Szóval visszapaszott a Gusztónak, visszakapta Picit az 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 angol válogatott probléma, hogy egy csomó olyan játékos van ebben a Chelsea keretében, és, és ugye az, a Joel félix ez még rosszabb lesz, aki úgy kérem a labdát, lápoz, majd én csinálok vele valamit, de igazából, ha mindenki ezt csinálja, akkor nem tudsz vele mit csinálni, mert senki nem indul, és senki Stéphys nem segít. Labda nélkül egy haszontalan játékos labdával amúgy olyan dolgokat fog csinálni egészen a 16-os vonaláig, ami lenyűgöző lesz, csak hát így összességében, főleg a környezettel együtt, ez nagyon nem összeilleszthető, de mindegy, ez a holnap problémája, majd következő adásban beszélünk arról, hogyha megvan a Félix. Na, de most elkezdtünk beszélni a Chelsea-ről, szerintem akkor először a Chelsea-nek a labdás játékáról, mert ahhoz van kevesebb illusztrációnk, mert talán az volt a kevésbé látványos, holott szerintem egyébként voltak pontok, amikor kifejezetten jól működött, és hogyha az első pozitívumot ki kell emelnem ezzel kapcsolatban a Chelsea-ből, akkor a a Bence által megkritizált, és kétségbe van Romeo olávia, aki pedig nyomás na, alatt na, vonalak közé felpasszolt labdáival a volumenben, is, ahogy kérte a labdákat, egészen kiemelkedett, és vitte az egész középpályát magával abba a dupla hatosba. Hú, a Kájszédó cserébe. Uf, nagyon rossz van a kájszédó ebben most pedig. És ugye... Ezt a, a... három játékost nem tudod egyszerre használni. -e nekem feladásra. De ez van. Az Enzo-t, a Kárszidőt és a Láviát. Hát, az Enzo most olyan font játszott, a Kárszidő és a Láviának kéne tudni egymás mellett játszania csak a n a kurva szar volt. Tehát, hogy kifejezetten gyenge meccse volt. Rengeteg eladott labdája volt, rengeteg labdavesztése volt, technikai hibából, és még a szerések se jöttek úgy tőleg, mint amit várnál. Tehát én azt éreztem, hogy a Kaiser mint mintha most inkább formán kívül lenne, mint problémája lenne az, hogy hol játszik a pályán, mert nem nagyjából ez a pozíciója. Hát most ilyen nem kell nagyon leragasztani hátrafelé, nem ő neki kell fölvenni a labdát, az a lábjára közül megcsinálta helyette, a a kellett, csak egyszer nem ment jól neki a meccs, a játék. A, ha már Enzo, akkor viszont az Enzo egy kulcs játékos volt ebben a Chelsea-ben olyan szempontból, hogy általában ő volt, a, aki szabad emberként fel tudta venni a labdát. Ugye a Manchester City ezt a 4-1-4-1-et védekezte, ugye a szélsők, a kelet föléptek a három belső védőre a Holland mellé, ugye Bernardo Silva és De Bruyne volt, aki a lábja meg a Kajszuda helyezett nyomás, a Kovacic volt egyedül ugye a vonalak között, a két tízes között, de hát ő általában ugye a pálmára húzódott ki, és pont ezekből az ilyen keresztirányba felpasszott labdáknál az Enzót lehetett megtalálni, volt egy ott nagy forgatása, például mm -hmm. az első fél amiből majdnem zicserig elmentek, hogy a Gusztónak, hogyha emlékszem, ők hogy ott forgattak ki. Az Akanji volt az, akinek úgy lépegetnie kellett folyamatosan ki a védelemből. Ehm, de egyrészt későn tette, mert maga mögött így terület nyílt, és ezekből a Enzo felé keresztbe fölpasszott labdákból a Chelsea csomószor tudott bontani, ezekből a bontásokból ki tudták forgatni szélre a labdát, és az első fél ez volt a baj, hogy az Enzo felé ki tudtak jönni labdával, de onnantól kezdve a támadás meg a Zenkunku felé ment tovább ha mondjuk ott egy egy az egyező szélső van az Enkunku helyett, tehát mondjuk a Rico Louis hát nem feltétlenül abban a legerősebb, hogy ezeket a szituációkat hát és a megoldja. Pep nagyon dicsérte utána, hogy egy egybe olyat hozott, hát az Enkunku ellen, azt én értem, tehát ott a hatalmasat hoztál. De az, kapat... nem az egy, egy, az egyben volt, az a terelés volt. Igen, a, igen. Le lekövettük, hogy elindultál, letetted, jó, akkor... Jó, de ez szállom. a jó egy az és amikor nem is kell egyet egyezni. Persze. A Manchester City 14-es PPD-ával zárta ezt a meccset. Uva. az ilyen szezon átlagban az az abszolút középmezőny. Hát hogyha arról beszélgettünk hát, az, az elmúlt szezonokban. Minden szezonokba, évben, nem tudom, hogy ez varad de minden évben Azért éve, ennyire szerintem nem éve. lesz. Hát, viszont, hogyha belegondolunk abba, hogy a Debreu, nem már 33 éves, a Bernardo Silva is már 31. 30, éves? most már 30. 30. Ott pedig a... 40-nek néz ki, és azt hiszem, hogy 40 éve játszik. Ott van a Holland, aki megcsinálja a mozgásokat, amiket kell, de azért ő sem egy, egy pressing szörnyeteg, azért a védelemben is azért már akadnak bőven korosodóját. Hát a 34, a Stones 30, vagy 31. 30, 30. A Stones ugye most nem játszott, tehát nyilván a Guardiola, nem tudom, az Akanji-val a diásra lesz még, még, itt még meg tudott csinálni, csak hogy elől, akik elindítják a letámadást, azok többnyire, főleg a centrális zónákban, ugye a Kovácsit sem, ugye 29 éves például. Tehát ők azok, akiket mondjuk már kímélned kell főleg ezekben a helyzetekben, talán annyira nem meglepő, hogy egyre inkább esik vissza a Manchester City-nek a labda nélküli intenzitása. Nem a hatékonysága, az fontos, mert az még az előző szezonban is nagyon jól működött. Több hanem az magasan internetse. szerzett labdájuk volt ezen a meccsen, mint a Chelsea-nek. Úgyhogy a Chelsea-nek 10,4 volt a ppd ja a City-nek meg Egyébként mondtam, okosan hogy terelnek, jó pozíciókba kényszerítik a labdákat többnyire, de azért itt is meg volt az, hogy amikor egy-két passzal a Chelsea át tudta rajtuk hozni a labdát, és rá tudtak zuhanni a védelemre, az már azért annyira nem nézett ki jól, és ugye tegnap a Európa League jött fel ez a gündogán, akár visszaigazolhat a City, ez hát ő sem ezt Hát fog ezen segíteni. Hát azért a 33 és fél 34 éves gündogán még ebbe az egyébként is korosodó csapatba berakni a középpályára, az már nem biztos, hogy annyira kifizetődő díj lenne. Tűnve támadásba okos lesz. Igen. Igen. Jó, hát ez ennyi. Ha szét tudjuk kontrollálni a meccseket, és a Holland fog rúgni. Annyira biztos voltam benne, hogy konkrétan minden egyes alkalommal így beszélek, többes szám első személyben, de hogyha Manchester City, akkor nyilván elő de Csak az egyik csapatról írták könyvet, amelyről így beszélsz. Ja, nem. A másikról nem kérdeztek meg. Nem láttam ha a, a könyvet, de mindenki. Szívesen írok. Várom a kiadónak a oh, oh, aj, aj, aj. Na, szóval Vasszeg, így meg elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, az a csodálatos. Az, Na, hogyha szóval, túgy, ha... tudjátok kontrollálni. Ja, ja. Ja. hogyha a Manchester City szét tudja kontrollálni a meccseket, és náluk van 65%-ban a labda, a meg megdugni fog 25 gólt, és még mindenki mellé teszi a magáét, akkor az egyszerűen annyira sok gól, ez főleg akkor igaz, hogyha meg tudják szerezni az első gólokat, ami a Manchester Citynek, amióta a Guardiola itt van, nem túl meglepő módon, és statisztikailag, Elképesztő módon megnő a sikerességnek, meg a győzelemnek az aránya, hogyha te szerezted az első gólt. Szóval ők nagyon próbáltak építeni mindig is erre, akkor igazából ez nem biztos, hogy be fogja kérni az árát. De amúgy ezt is nagyon érdekes lesz majd nézni, hogy vajon egy ennyire. Az Arzenához képest például azért már azt lehet mondani, hogy passzívan védekező csapattal vajon lehet a bajnoki címet nyerni 2025-ben majd a Premier league is lehetett. az Arzenál a jó, csak, Ugye most akkor az az elképzelés, lép, hogy még annál lép, is egy lép, picit passzívabb lesz ez a kérdés, mert a, a, ott már szerintem azért van különbség. Tavaly is volt, de ott még úgy azt mondom, hogy tényleg a adott meccseken, főleg a rangadókon tavasszal volt, amikor nem teljesen kiment a Manchester City, de volt, amikor agresszívak és intenzívek volt voltak labda nélkül. Még egy kérdés az Enzo fernandez ezzel kapcsolatban, aztán szerintem átérhetünk a City labdás játékára, mert az volt az érdekesebb, meg az újabb. Ugye az előző szezonban végig arról beszéltünk, hogy az Enzo Fernandez ebben a magasra feltolt ilyen baloldali nyolcas, nyolcas pozícióban azért annyira nem ízlik, meg neki inkább mélyebben kellene játszania. Most is, szerintem a felkészülés alatt is viszont kifejezetten jól nézett ki ebben a szerepkörben. Nem, mert rohadtul kreatív passzer. De én szerintem annyi, hogy most már egyrészt megszoktuk, előtte a Graham Potterről ugye ő konkrétan irányító volt, hatos, és volt ilyen izé 100 plusz passz kísérletes meccse a Potter alatt, az most már nincsen is egy picit. Én továbbra is emellett kardoskodok, de most azért nem akarom, tehát szeretném megnézni, hogy hogyan néz ki ez a középálya, és hogy kinek hogyan alakul a játéka. Én továbbra is amellett vagyok, hogy szerintem az endzónak engedni kell, hogy legyen érintése a támadó harmadban, de egyszerűen nem szabad őt kivenni az érintésekből, meg a passz kísérletekből. Most volt érintése. Tízes volt. Igen. Ez a, ez 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 a, a, ez a jó irány. Működött az, ami, tehát, hogy nem baj, ha tízesként játszik, ha van hatása a meccsre. És eljut hozzá a labda. Hát igen, csak én, nekem azért az mondom, hiszem, hogy... A én az a baj, hogy játszott ott. De csak, föl volt csak éve. Hát nem jutott el a labda odáig, mivel hogy nem jutott a labda hát, kihozatal. egészen a tavasznak a vége, az utolsó 6-7 fordulóig a Chelsea legtöbbször úgy építkezett, hogy van a négy védém, ott oda bebaszva a Kajszédó, és sok mindenki más kúra magasan. És az Enzo néha, hogy visszajövögetett, mert hát máshogy nem tudott labdához érni, de hogy egyébként jóval kevesebb labdaérintése volt, mint a korábbi szezonokban. És mi változott az előző az a szezon végén is. Hát a Káce szédó mellé legalább már bejött a korája, elkezdtek úgy öt játékossal építkezni, uh -huh. hogy jól vannak elosztva a területek, és az Enzo Fernándeznek is kevésbé fájt az, hogy magasabban van, mondjuk ott már sérült is volt, tehát ott már. A minimális, ott nem mérkő, minimális mérkőzést játszott ott ebben a rendszerben. <laughs> ugye ez volt ott a kérdés, hogy mi van, hogyha lesz az Enzo? Mit fog ebben játszani? Ugye most a Máreszkánál uh -huh. kettő hatossal építkeznek most, hogy ez két konkrét középpályás a Kajszédóval meg a Láviával, és nem egy befelé húzódó játékos. Lesz ilyen is, egyébként, amikor majd a Gusztó jön be, vagy mm -hmm. a Kukurája jön be a középpályára, de hogy egyszerűen olyan pozíciókban vannak hátul, hogy el tud jutni az Enzo lesz ez az a labda. Másrészt ugye oldalra is ki tud lépegetni, elkérni a labdát, és ott szabadon Sőt, hát, a ez a, elő, elő ez egy nagyon komoly visszatérő elem volt, hogy a tízesek fönt, azok elkezdenek kilépni a pályaszélére, és ezzel nem csak az történik, hogy nekik jön egy passz opciójuk, hanem az, hogy ők nyitnak egy passzopciót opciót fölfelé maguk mögött, amik ők kijöttek abból a területből, és ezt rengetegszer eljátszotta már ezt a, a, a meg, csak ilyen, meg még a Lesterbe is játszott ezt nagyon sokszor. Szóval ezt sokat fők valószínűleg látni, mind a Pálmertől, mind az Enzótól kihúzódnak a szélre. Szóval, minden, minden ilyen csapat használja az Amazonán, az Ödegor csinálja ezt nagyon sokat, hogy kilép a vonal mellé középről, de a másik oldal, amikor még ott volt, a Csakár rengeteget csinálta, pont azért, mert ugye magas szélsőkkel játszunk szélső hátvéd nem mer föllépni annyira agresszívan, a középpályról pedig nem fog a hatos kijönni, mert akkor gyakorlatilag megnyitja egy felpasszal lehetőséget. Hát valamelyiket választja. És vagy hát megnyitja a felpassz, vagy vajon kivel az És szél. hát az érdekesség az, hogy a másik oldalon a Manchester City meg pontosan ugyanezt csinálta a Kevin De bruyne ezen a meccsen. Na, bocsánat, elkezdheted. Tényleg rövid leszek befejezve, mert nem tudtam végigmondani szépen egészen. Szóval én csak arra leszek kíváncsi, hogy hogyan tud összeállni ez a trió, mert az Enzónak kell érintés, de a Kajszédónak is kell érintés, és a Lavia is elvisz egy csomó érintést. Szóval az nem lehet, hogy mind a három játékos, nem tudom, 85 passz kísérlettel fog zárni meccseket, mert ennyit még a Chelsea sem fogja birtokolni a labdát. már pedig akkor valakinek minden szempontból és minden egyes mérkőzésen egy picit visszább kell vennie, és eb ebben nem vagyok biztos, hogy az jól lesz leosztva, és mindenki elégedett lesz. Egy dologban hadd vitatkozott csak az, hogy nem az érintés számít nála, hanem a befolyása a játén, hogy igazából ő azzal, hogy ő neki lehet, hogy nem lesz 80 érintése, csak 40, de az a 40-ből neki van 20 progresszív passza, és ki azt négy kulcs passz, akkor mindig azt mondja, hogy kurva jó meccse volt. Pedig sokkal kevesebb érintése volt, és a kárszidónk lehet, hogy volt 70 mellette. Jó, de csak, csak, eljutott, hogy a labdát fölfelé. Alacsonyabb a valószínűsége, hogy lesz annyi progresszív passzot, hogyha egyszerűen kevesebb is az a labda, amihez mihez hozzá De az csapatra való hatásod határozza meg, hogy ez mennyire baj. Hogy, hogyha a Lavia el tudja juttatni az ENZO fenn, mert ennek kevesebb labdaérintése van, de ezt a iránti számot a támadó harmadban. Ami tudja sokkal közölteni. értékesebb különben, mint a védőharmad a támadó juttatás a labdának. Ez a leg, legértékesebb ha valaki képes helyzet kialakítani, és az ENZO ebben nagyon erős, szerintem. Ez szerintem tök kézen fekvő példa lesz, ugye megint csak a Jackának a szerepkörváltozása az Arzenálban, aki egy mélységi progresszív játékos volt sokáig, majd fölkerült ebbe a támadó nyolcas pozícióba, visszaestek a passzámai, visszaesett a progresszív mutatója is, viszont a kapu előtt hatékonyabb volt, többet ért oda a kapu elé, több gólt szerzett, miközben a Lévetkozem megint visszatért ebbe a mélységű pozícióba, és onnan van nagy hatása megint a játékra, mert egyszerűen abban a csapatban viszont éppen arra van szükség szerintem az Enzo Fernandezné és ez nagyon hasonlóan néz ki, hogyha ő baloldali nyolcasként magasabban játszva, de onnan akár mélyebbre visszalépve néha, vagy a szélre kilépve, lehet, hogy kevesebb érintéssel játszik, bár az előző szezonhoz képest már nehezebb kevesebb érintéssel játszani, annál azért több lesz, de ott viszont valódi progresszivitásban, kreativitásban többet tud majd hozzátenni a játék az összességében, azért mégiscsak egy nettó pozitív a chelsea is, meg Enzónak is, de azért itt mégiscsak az a fontos, hogy a chelsea mi a jó? Most, hogy Enzo szeretne mindig a labda felé jönni és elkérni a labdát, ebbe sem vagyok annyira biztos, de hát akkor ne akarja. Tehát jó, ez hát egy ez csapatjáték. A, itt a lávián sok múlik ebből a szempontból. Na, és akkor ami labda nélkül volt, vagy labda ellen volt a Chelsea-től, az egy olyan dolog, amit most már azért egyre több csapattól látunk. És ugye tavaly már azért, már tavaly is volt, ugye erről a t többször beszéltünk erről, ez a 4-2-4-es főás, és hogyha most aki nézi, az láthatja is igazából, hogy fel van rajzolva. Tehát Gusto, Fofaná, Kolvél és Kukurai vannak a négyes védőlánzon hátul, Kárszé láviá belőtte a dupla 6 és akkor van egy négyes fönt, akik nagyon-nagyon szűke vannak. Tehát a Palmer, Nikolás Jackson, Enzo Fernández és az en, a, Enkunku, azok pálya nagyon centrális pozíciója védik. És a szélén igazából el is lehetnek igazából passzolni mellettük a labdát simán, de ez egy olyan passz, ami nem annyira értékes passz, ha itt érkezik fölfelé egy játékos. Ide ki kell húzódnia a szélsőnek, az egyik oldalon itt Szábinyó volt, meg a Doku volt, a két szén a Citynek, és ott ott ötöttek a szélességet. Miért csinálja ezt igazából a Chelsea, miért csinálja a United, és miért csinálja a Liverpool is ezt, különben nagyon sokszor most ebben az éve letámadásban, mert egyszerűen a centrális zónákat, amit tudjuk, hogy a Guardiola csapatok alapvetően centrálisan akarnak fölfelé menni, az a legértékesebb, hogy fölfelé jussál, itt akarnak érkezni, fölpassz a hatoshoz, 2 6 vagy egy 8 oshoz teljesen minden, akik előtte játszanak. Most ugye Kovácsics meg a Rico Lewis volt, aki befelé húzódott, azért ez nem volt teljesen ennyire ilyen kimunkált 3-2-2-3, mint amit sokszor látunk. Rico Luiz helyezkedett itt jobbra egy kifelé ebből, de sokszor akár még följebb is. A lényeg az, hogy mondjuk az, hogy itt volt az átlagos pozíciója. És ez tényleg működött is, mert mi történt? A Kajszédó meg a lábja hátul, igazából a Debrőjnek a szíva, tehát a két nyolcas per tízesét a Citynek, azt le tudták fogni, hiszen ők ott centrálisan helyezkedtek, és az meg volt ez a helyzet. A probléma, és akkor ugye ezzel mi a problémát? Igazából nem tudsz mit csinálni, középen nem tudsz fölfeljutni, kifej rakott rakod a labdát, oda pedig szépen letolódja az egész cselsz, és akkor ezzel nincs a bajuk, lehessen ez új alakú körbejártás, ezt nyugodtan csinálják el. Zárójeles megjegyzés még mielőtt mész tovább. Ugye az különbség volt, hogy a nagyjából negyed óra után a két szélső megcserélte a szélét, és a Guardioláról utólag kérdezték, azt mondta, hogy elvileg a játékosok döntése volt. Hát ezt alattam mondjuk nehezen tudom elképzelni, de, de igen, ne, ő mondta. Azért a, doku dokumentum szenvedett a kukurájával. Persze. Én lehet, hogy, hát, szólt, hogy én most átmennék a másikra. A doku az előző szezonban is, amikor a jobb oldalon hát, játszott, a... sokkal gyengébb volt, mint a balon. De is hát ezt és akartam mondani, a lába hogy... az valami botrányos a doku azért volt ez fontos, mert hogyha jöttek is ezek a passzok, és ki is tudták a szélsőkhöz juttatni, akkor ez a két játékos rossz oldalról indult el befelé, és sokkal hát, oldalról mindig, és vagy nem ebben. tudták ja, megverni ezt a játékot. neki az volt az elképzelése, hogy 啊。Uh Mindkét játékos inkább az alaphonal felé cselezzen, tehát The az erősebb time. lába felé kifelé. Hey, hát és akkor ott a holland középen meg lehet játszani, értjük a helyzetet. Csak azok meg jobban szeretnek, amikor az erősebb lábuk felé, befelé, és akkor dégében ebből adódott a mm -hmm. a mérkőzésen, és erre mondta Gvádi, hogy hát igazából ez nem feltétlenül az én elképzelésem volt, viszont nekem is alkalmazkodnom kell ahhoz, amiben a játékosok kényelmesebben érzik magukat, és ebben úgy gondolják, hogy ők maguk jobban tudnak teljesíteni, mert mondhatja a dokonak, hogy de igen, bazd meg ott maradsz a jobb oldalon, hogyha a Től. elmegy az önbizalma, nem jönnek a cselek, nem jönnek a megoldások, akkor hiába van neked egy erősebbik oldalán játszó szélső, ha egyszerűen nem tudja a saját játékát úgy megvalósítani, ahogy szeretné. És még egy dolog a city csak még visszatérve alapvetően, mint ilyen szezon előzetes, hogy azért az lesz valószínűleg nagy változás a City-ben, a tavalyi évhez viszonyítva, hogy a tavaly évben a city a szélességét azt minden esetben legalább egy szélső hátvéd adta, tehát vagy a Guardia, vagy a vóker sokszor mind a kettő adta, tehát a két széleség, a két szélső hátvéd, akitől aztán mindent várhat, csak azt nem, hogy ők egyezében meg kellek verni az emberüket. Most pedig mi történt? Ugye feltöltötték szélsőkkel a keretet, és akkor megérkezett most igazából csak annyira szávenyom megérkezett, de a dokumentum már itt volt, Oscar Bob lenne, aki az nagy baj, hogy kiesett. Oda? De a grill is meg felépült. A grill is felépült. Reméljük, hogy így is marad. Egyszer majd talán látjuk is a pályán. I igen, igen, amikor újra szereti majd Guardiola, de alapvetően most ha vannak szélsők, és azért ő fogja tartani a szélességet, és emiatt többet fogunk valószínűleg ilyen felállásokat látni a City-től, amikor igazából centrálisan megvesznek a nagy a nagy középső hátvédek fellépésével, szerintem ebben, ha a Stones egészséges lesz, én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb felállás, a Stones felhúzódik középre, és a Rodri van a dupla az brutálisan erős. Hát csak mennyire fogjuk látni ezt a 3-2-es építkezést, főleg ilyen 4 2 és blokkok ellen, ami ellen ugye az előző szezonban is többször szembe a City, mert hogy hogy ezen a meccsen is már nagyobb a részt nem ezt láttuk, meg a community shield semmi Igen. megoldást. És ugye elkezdte azt, azt mondani akkor a Guardiola, hogy baj, ezért nem tudunk átmenni ezen, akkor mit lehet csinálni ezzel, és igazából a, a megoldás az az volt, hogy a Akár a Rico Lewis különben, és a Kevin Debrey pedig kifejezetten, és ez egy nagyon-nagyon látványos alapvetően, azért szinte sosem látjuk a debrey ennyire a szélességében. Konkrétan nem volt érintés a jobboldali félterületnek az ellenfél tér felén lévő részén a Debrénének teljesen kihúzódtak a vonalak mellé. És ugye mi történik ezzel, és mi az igazán nagy baj ezzel igazából a, a chelsea -nek a számára, az, hogy innentől, itt most aki látja, az, ö, néz minket, az látja is alapvetően, hogy az a terület, amit a Kaiser, meg a lábjának itt le kell fednie, az egy lehetetlen feladat. Mert hogyha oda kiérkezik a labda, akár a Rico de akár a másik oldalon a Kevin De akkor itt tolódni kell az egész csapatnak. De ha a Kajszidó kimegy ide, alapvetően akár még labda ellen, Ja, jobb szélre nagyon Igen. ki. Igen, tehát a jobb szélre ő kimegy, akkor, amit előbb beszéltünk, teljesen a centrális pozíciók, teljesen nyitva vannak, jöhet itt fel a labda egészen a Hollandig, akár <laughs> különben nagyon sokszor behúzódó Dokuig, aki ezt megcsinálta ezt a mozgást, a Doku elkezdett a feltelő behúzódni, előtte még a Szávinyó is behúzódott többször, és volt egy City helyzet is különben az első fél időben, pont ebből a meg behúzódott középre, felszette, kiugrott már, nem tudom, talán a futott el, előtte, lövés volt belőle, le, lepattant. Na de mi történt ezzel? Kajszidó eltolódott akkor a, a, jobb oldal a pályának, hát lábjának követnie kell, nem hogy, hogyha úgy a, a középpályás partnere, akkor nem megy vele, és a gólnál konkrétan ez ment végig, hogy kijött a labda a Kevin De a Kajszidó az lépett ki vele, a lávia követte le, ment tovább a dokuhoz, és onnantól már a pálya középi a centrális zónákban senki nem volt, a pedig ezt fel fogja ismerni neked, és ő pedig fogta és elkezdte keresni itt a, a félterületet, és ő is áthúzódott még balra, és e, itt jött befelé egy passz, már létszám hátrányban voltak, és elment a hollandig, akiben végén befejezte. Ebben a történetben a Bernardo Silva, mert ez innentől kezdve tényleg egy ilyen 3-4-3 gyémántként is felfogható. Ugye egyszerre az oldalra mozgást, tehát vagy a De Bruyne, vagy a Rico Lewis csinálta meg. Uh -huh. Tehát vagy a Rico Lewis volt a jobboldali félterületben, és onnan mozgott ki, vagy a De Bruyne a baloldali félterületben, és onnan mozgott ki. Egyébként általában ezt a De Bruyne csinálta meg, uh -huh. és, a és a, De még nagyon, na, és eljuttatták a labdát, na, nagy nagyon a mélyen is csinálta ezt nagyon sokszor a De Bruyne. Tehát sokszor még a saját 16-os a magasságában volt a De Bruyne, és ott is kiludott a szélre, pont azért, hogy nagy ki jön velem. Vagy nem jössz ki, és akkor kipasszolják nekem, vagy ha ki jössz, akkor a centrális megyünk előre. És pont, hogy a támadásainak a nagy részét a Manchester City ezen a meccsen a baloldal felé vezette, pont ezzel a De nével a Dokuval, vagy utána a Szevényóval való rotációval, vagy éppen a Gusztónak kire kell Elő mennie. utána Doku. Az volt egy nagyon nehéz, mert a szélsővéd most akkor a Doku befelé jön, a De ki most magasan lépjek föl, nem menjek vissza, és ugye a Bernardo Szél ebben a tízes pozícióban még ezt a félterületet pont fel tudta tölteni. A fofanám alakult ki nagyon sokszor egy ilyen kettő, az egy a, a Hollandal ebből lőtték magát a gólt is. Amíg szerintem nagyon fontos az a Rico a szerepe például a támadások felé Építésében. Ugye ebből a 4 2 védekezésből, itt az előső 4-esből azért nagyon sokszor ez úgy alakult, hogy a Nicholas Jackson volt az, az, aki picit följebb lépett, amikor nyomást akartak helyezni a chelsea re és az Enzo Fernández pedig maradt Kovácsát a, a Kovácsicson. Viszont ugye a Rico Luizántem ebben volt Zsaniel a mérkőzésem, mert a mélységi építkezéskor ő azért jobb hátvét pozíciót vett föl, és az Nkunku-nak pedig az Akanji-ra kellett nyomást gyakorolnia, az Ederson pedig ilyenkor gyakorlatilag egy ilyen plusz közép hátvédet játszott és így építkezett négy védővel a Manchester City. Na és innentől kezdve van probléma, hogy a Kovácsicsra kell figyelni az Enzónak, az Enkunkonak nyomást kell helyezni az Akanji-ra, és itt van a Rico Lewis, aki meg gyakorlatilag bárhol belépegethet, hogyha a szélen kaphat labdát, akkor marad a szélen. Hogyha be tud lépni közére, akkor be tud lépni középre, és az Enzón pedig kialakul egy kettő helyzet. Néha a kukurája ugrott, de miért nem ugrik a kukurája, mert vagy a doku, vagy a szavényó a mérkőzésnek a szakaszától függően visszaszorítja, és a Luiz ilyenkor rengetegszer szabad ember volt, vagy éppen boldog. Ez a community sillen még többször láttuk igen. ezt. És az sokkal működött. Alapvetően a Chelsea-en azért nem működött kevésbé szerintem, mert a Chelsea intenzíve volt a letámadásával. Hm. Tehát ahogy ugrálgatta kifelé, az nagyon sokszor volt az, hogy akár hosszú volt az a fasz. <laughs> Ugrágattak kifelé, mint egy ilyen nikkelból hát lennének. Hát a kukurája mondjuk olyan, aki érkezett kifelé, és nagyon sokszor már nyert fejpárbajokat adott fölfelé kukurája, aki meg jól játszott, szerintem ezen a meccsen hiába kapta, mellére volt a Hollandtól a Chelsea. És ugye ezek a baloldali túltöltések, a De Bruyne kilépésével, rotációk a dokúval, meg miért működtek nagyon jól, megy. a tolódás miatt mindig a Rikó maradt a szabad emberként a hosszú oldalon, és az Enkunku viszont nem tud egyszerre nyomást gyakorolni az Akáncsra, és mindig vissza is hát ez a, baj a az ugye mit csinál, amikor egyszer átjátszák? Akkor van egy rohadt nagy baj, mert akkor egyszerűen hátul kevesen maradtok. Hát szerintem ez itt a beszélés. csak annyi, hogy a vége viszont egy kettő az egy gyakorlatilag a kukurájával szemben. Vagy ha kilép valaki a Rico Luizra, akkor a holának egy beindulás. Vagy hogyha elcsúszik a védelem, akkor a Bernardo Silva tudja megkapni a labdát. Ugye pont az, hogy minden egyes szakaszában a pályának a City ezzel valamilyen fölén tudott kialakítani. Kiveszünk egy játékost középről, amit te le akarsz zárni, mint ellenfél, akár mint a Manchester United, a Community shield vagy a Chelsea most, vagy például csinálták ugyanezt a csapatok az előző szezonban, széthúzunk téged, túltöltjük az egyik oldalt, és majd átforgatjuk a másikra, mert neked azt le kell tolódnod. De a másik oldal akkor nem marad játékosod. Ezért működött szinte most ezen a meccsen jobban a city ez a játék, mint például a United ellenben nagyon sokszor ezt gyorsabban meg tudták járatni. Meg most itt a Bernardo Silva volt a tízes, nem mondjuk a Zoráli, aki a community shield-en, de egyébként a Rico Lewis ebben kulcs. Ezt a Volkerrel nem fogod tudni így eljátszani. A Volker, hogyha félteretbe kell belépnie, nem fogja tudni azokat a megoldásokat hozni neked, hát, mint a Rico jönnek. Az biztos. Azok jönnek, de azokat meg nem biztos, hogy kell, hogy jöjjenek. De a Rico Ruiz ilyen szempontból ebben a szezonban egy ilyen Óriási taktikai fegyver lesz a gvágyának, pont az ilyen típusú védelmek ellen. Legalábbis igény volna rá, hogy ez így történjen, aztán majd meglátjuk, hogy ez így lesz -e. Gondolkodtunk azon, hogy beszéljünk -e arról, hogy itt a hétvégén sok bajnokságban és sok Premier csapatnál is ez a 4-2-4-es letámadás ez megjelent, és hogy ez valószínű azért trend fog maradni az idei szezonra. És szerintem a, amiatt így általánosságban is jól össze lehet foglalni, hogy milyennek a gyengesége, meg mi, mire a reakció. Hogyha egy picit visszább megyünk, akkor amikor elkezdtek a csapatok, nyilván a Guardiolának a hatására 3-2-5-ben, vagy 3-2-2-3-ban felállni támadások esetén, vagy laddabirtoklás közben, ez azt jelenti, nagyon lecsupaszítva, hogy van 5 hátsó embered, meg van 5 előső embered. És így van szépen feloszva a csapat, aztán utána nyilván, ahogy fölérkezel, akkor ez picit eltulódik amikor a Dezerbi megjött a Premier League-be, akkor a Brighton elkezdett négy-kettőben építkezni, ő visszahúzott egy plusz embert, plusz meg a kapus is ott volt, mert egész egyszerűen a letámadásokkal szemben így tudott létszám fölényt teremteni a Brighton, ami meg megint csak hatással volt nagyon sok mindenkire, és vannak csapatok, akik visszább vonnak egy plusz embert, de a Manchester City-nél is azért rengetegszer volt tavaly is, hogy nem egyértelműen csak öt játékos volt, hanem valaki mondjuk beszállt, és utána fölébb lépett, amikor kioszták a labdát. Na most a 4-2-4-jel, hogyha 4-2-es labdakihozottadokkal szembe rakod, akkor nyilván értelemszerűen meg vagy létszámra, kivéve, hogyha valakinek olyan kapusa van, akit be tudsz tenni a labdakihozottadokba, és szépen be tudsz szállni, ami nagyon szép és jó, és összességében teljesen rendben van, csak ez meg azt jelenti, hogy akkor van igazából négy játékosod hátul, meg hat játékosod elől. És hogyha valaki nem 4 2 építkezik, hanem 3-2-5-ben építkezik, akkor ez azt jelenti, hogy már is megfordulnak az arányok, mert a négy játékosodra jut öt játékos, és az ellenfélnek a labdaközöttelé közben meg ugyan ott elvileg te létszám fölényben lennél, de amiatt, hogy ez a két játékos elképesztő könnyen manipulálható, és nagyon könnyen el lehet csúsztatni, hiszen a pályának az egyik harmadára jut összesen két játékosod, és egész egyszerűen mivel Elvons hátulról előre egy plusz játékos, azért nagyobb területet kell a csapatoknak lefednie. Ez azt fogja okozni, hogy valamelyik oldalán ennek a duplátosnak mindenképpen fogsz területet szerezni és területet nyitni. Majd fogunk beszélni ma a Liverpool Eveswiss-ről is, ahol azért nagyon hasonló dolgok voltak, mint hogyha egy picit más felállásban is. Úgyhogy ez egy Érdekes trend lesz itt majd a következő hónapokban, hogy ki hogyan fog tudni ezzel alkalmazkodni, meg hogy mit tudsz kezdeni, ha te így akarsz látámadni, és mivel tudsz egy picit jobban figyelni kellett. A Manchester United. Azt, azt próbálja megvalósítani, nem tudom, hogy ez feltétlenül megoldása, hogy ő nekik a felső négyesből a középső kettő nagyon mélyen van, és nincsen annyira magasan föltolva, mint a chelsea hanem ők onnan indulnak el fölfelé, és nem tényleg a négyes van, hanem az, hát azt már nem is tudom, hogy hogy kéne mondani, de hogy az egy más variációja, de lehet, hogy akkor a két szélső embernek kéne mélyebbről indulnia, és akkor úgy föllépniük, akkor talán meg lehet akadályozni, hogyha valaki nem tudja annyira gyorsan eljutatni a labdát, mint ahogy a Manchester City csinálta, akkor talán kevésbé nyílnak meg ezek a szélső területek. Ugye, meg miről szól ez az egész, hogy mindenre mindig van valami válasz. Jó, akkor a csapatok elkezdenek négy védővel és kettő mélységi középpályással építkezni? Jó, akkor meg ezt letükrözzük védekezésben, a csatárokkal levédjük ezt a két középpályást. Jó, akkor ezt valahogy meg kell kerülni, akkor erre megint egy megoldást. Vegyünk ki egy hatost, azt húzzuk ki ennek a blokknak a szél, és onnan juttassuk előre a labdát. És erre majd megint lesz egy válasz védekezésben, mondjuk nem. Három támadó lesz fel. Három támadó lesz, előre. vagy egy négy-öt egyben, és akkor a pályán három belső középpályás lesz, akik lezárják a félterületet, hogy ezek a felhúzódó játékosok ne tudjanak labdához jutni, és szélességben létszámban jobban meglegyél a második sorban. Tehát mindig lesz valamire valami válasz. Gyakaldi azért egy zseniális edző, mert ő most már gyakorlatilag egy másfél évtizede abból él, hogy amit csinál, arra érkezik valamilyen válasz, arra pedig valamilyen módon reagál. Mert ugye ezt csinálta eddig is, tehát amikor három védővel egy hatossal építkezett, azt általában azért, mert az ellenfelek öt védővel védekeztek, és az utolsó vonalban akart egy fölén kialakítani. Itt viszont a középpályáról van ki egy embert azért, hogy a progresszió tudja segíteni. Az utolsó vonalban, meg ugyanúgy meg vannak létszámfölényben, mondom, már hatan zuhannak rá nagyon sokszor négy védőre. Szóval szerintem az ebben a zseniális, és megint csak az lesz, hogy a City nem fogja minden meccsen ezt játszani, mert nem minden ellenfél ellen kell ezt Te játszani, szám. hanem sokszor majd három a kettőben építkeznek, öt védelem majd megint egy három egy hatot tolnak fel, valamilyen meccsen meg majd megint valami teljesen mást fel fognak húzni, és ők is majd négy kettőben fognak építkezni, mint azt tették mondjuk a triplázó szezonnak a végén, mondjuk az Árzanál ellen is. Két érdekesség, a, egyrészt, hogyha csak a támadás építéseknek a számát nézzük meg, akkor amúgy tök egyenlőségben volt a city a két széle, és a jobb oldalon 40 futott, a bal oldalon 41 középen meg 18 Ha viszont megnézzük, hogy honnan jöttek a lövések, a bal oldalról jött a 27 a City lövéseinek, középről a 73 és nulla érkezett a jobb oldalról. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a De Bruyne tavaly nagyon keveset tudott játszani, és elég alacsony játékperce volt. Emiatt azért nem feltétlen vonnék le utólagosan hatalmas következtetéseket, de ittnek az angol alter akit már annyira nem kedvelünk, írt egy viszonylag főleg az elmúlt hónapjaihoz képes kifejezetten jó cikket a, erről a mérkőzésről, és volt egy grafika, amin én teljesen megdöbbentem, meg meglepődtem, mert hogy a tavalyi szezonban a bajnokságban a Bruyne-nek pontosan ott volt a legtöbb érintése, mint ahol ezen a meccsen felvette a passzokat. A bal oldalon magasan volt a 10%-a, egy picit visszábbi, vagy visszább zónában a 6%-a, és utána azon kívül mindenhol alacsonyabban van, tehát a jobb oldalon összességében is, hogyha az ember össze számolgatná, vagy elfelezné a pályát, akkor a bal oldalon volt több érintése, nem pedig a jobb oldalán a pályának. Szóval ezt is majd így érdekes nézni, hogy hogyan játszik vele a Guardiola, mert a Alacsony játékperc miatt nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ez mindenképpen így lesz, de azért jelzésértékű, hogy most is abszolút arra az oldalra tolódott. Na még egy utolsó gondolat ez a mérkőzéshez, mielőtt tovább lépünk, hogy milyen jó lehet narrálni eseményeket. Hogy itt a Császlének mm -hmm. a átigazolási piacon mutatott teljes álmokfutása miatt mekkora ilyen árnyék vető jelenleg erre a csapatra, és mindenki már erre a mércre úgy kezdte, hogy ó, ezeket az ostavákat a Manchester City vagy, ó, egy szét fogja verni, és most hogy át ki is kaptak, miközben a játék képét tekintve borzasztó nagy különbség nem volt a két csapat most között. Lehet, most lehet volna elkapni még a City különben. És ja, még a Rodney nélkül még nem a maximális hőfokon pörögve, de hát ahhoz képest, amit lefestettek erről a csapatról, meg amely, hogy kinézett néha tényleg a védekezésük az előszezonban, ez a Chelsea egy abszolút korrekt teljesítményt Absolut. hozott le, és szerintem ez a következő időszakra, ahol egyébként majd könnyebb mérkőzéseik jönnek, ez egy abszolút jó előjel, hogy ott viszont, hogyha ezt a játékot sikerül megvalósítani, és még a helyzeteket is be tudják rúgni, akkor ők szerepelhetnek jól. Aztán lehet, hogy addigra meg a teljes csapaddiramikát különböző játékosok behozatalával még szana verik, Szegény Mareszka meg majd magyarázkodhat, hogy bizonyos játékosok helyett miért teljesen arra a szerepkörre alkalmatlan emberek játszanak. Ügyes voltál meg Guardiola, bravo! Szép <há> volt, Pep, megint kitaláltál valamit. Azt szerintem egy fontos dolog, amit majd nézzünk el, hogy ugyanúgy, ahogyan tavaly volt, az a problémája Chelsea-nek, hogy a helyzetek elvileg megvoltak statisztikailag, csak nem mentek be, amiben szerintem azért tényleg benne van, hogy nem mindenki játszotta neki megfelelő szerepkörben, meg játékos profilban, ez azért simán lehet, hogy majd itt is meg fog történni, és ne, ne legyen így, mert tényleg most én nem akarom, hogy a Chelsea szenvedjen, de majd kíváncsi leszek a kis csapatok ellen, mert nyilván a mezőny fölény meg lesz, a rendszerből fakadó alapvető fölény és kontroll meg lesz, de hogy ebből mit tudnak kihozni, na nyilván az határozza meg majd a plafonját ennek a csapatnak az idei szezonjának. Na de mit tud kihozni Arne Slot a Liverpoolból? Ugyanis a kopasz holland győzelemmel mutatkozott be tétmeccsen a Liverpool kispadján az Ipswich távon ellen, és bár a második félidő alapján a siker teljesen megérdemelt volt, az első 45 percre inkább Kieran McKenna együttesen lehetett büszke. A két év alatt két osztályt is ugró Ipswich alaposan megnehezítette a Liverpool dolgát, különösen a jól szervezett labda nélküli játékának köszönhetően. De pontosan mi okozott gondot Slot csapatának, és mi volt erre a megoldás? Mik a pozitívumok, és miben kell fejlődni a Liverpoolnak a következő fordulókban? Nem mondjuk meg. Visszatértünk, kiderült, hogy miért nyerte a Liverpool, miért kurva jó az Ipswich, és hogy mi a baj Darwin és lesz-e vele baj a slot féle rendszerben. És hogy az Arzenál miatt mondott fel ilyen Mind, Graham az miatt van. Igen, hát az Arzenáli meccsekből nagyon sokat tanultak az ellenfelek, és a Liverpool is nagyon sokat tanult abból, hogy az Arzenál ellen mit csináltak a csapatok az előző szezonban. Úgyhogy aki ennek az okairól okaira kíváncsi, annak érdemes a premierleague.hu-n rámenni az előfizetésre, már csak azért is, mert jövő héten már a főműsor is visszatér három témával, most így csak két témával jöttünk, valamint az Európa League már szintén a p mögött lesz. Holnap pedig átigazolási extra. Holnap pedig átigazolási extra, ahol megint csak számos remek labdarúgónak a transferjét fogjuk kibeszélni. Számos remek labdarúgó. Ez egy híradó a telesportról, vagy mi történik? Telesport. Kedves nézőink, köszöntjük szépen a mai figyelmüket, és a műsor figyelemmel közben ne felejtsék el, hogy nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. A TV moci nem sokára érkezik, de ne használd a kiáratként. Én nem fogok tudni semmilyet kitalálni, úgyhogy csak szeretném elmondani, hogy minden játékos rendszerjátékos. és ha vonalazni kell, akkor az már nem lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk az előfizetőinkkel. Holnap belenap. is. És jövő héten pedig a főműsor alatt mindenki. Jövő héten is, azután és azután és azután. Végtelenségig. Köszönjük szépen. Premier League.hu. <laughs> Pápa. -pá